A nyugati hattest ajánlás, amit el lehet felejteni, nyugodtan felejtsük el. Esélyünk a feledhetetlen. Egy jó szemű, de úgy látszik nem elég jó szívű író, akit éppen ezért rossz mája miatt nem is nevezek meg, azt mondta egykor: A betegség a szegények utazása. Olyasmit értett ezen, hogy a szegény ember minden élményét, kalandját, egyhangú élete minden eseményét nyavajáinak köszönheti. Éppen ezért másról sem beszél, csak bajairól. Berőlük meríti mindazt a csevegnivalót, amit a gazdagok utazásaikról hoznak magukkal. A nyomorultak egyetlen veszélytémája maga a nyomorúság. Pontos és kegyetlen mondás, de azért fejleszthető is. A magam épp olyan pontos, és talán még kegyetlenebb megfigyelése szerint némi kiegészítésre szorul, és pedig a következőre. A férfiak utazása viszont a katonaság csak ugyan. Alig tudok magamban felidézni, de még elképzelni is alig tudok olyan korombeli férfi társaságot, ahol a fesztelenség és felszabadultság, mondjuk ki nyíltan az alkoholmámor kellő fokán, nem mindjárt a háború kerüljön szóba. Látott-e valaki édesebb, búsabb jelenetet, elérzékenyültebb keverre borulást, mint amikor két vénülő, és némileg már pityókos férfi, egymás szavába vágva, szaporán feleselve, mint egy nosztalgikusan litániázva, felemlegeti, hogy hiszen boldogult úrfikorukban itt vagy ott együtt szolgáltak, egyazon útvonalon menekültek, azon táborban töltötték fogságukat. Bajtársaknak sem kellett lenniük, bevetésben sem kellett részt venniük, elég, ha katonák voltak. Már is bőséggel buzog, már is pompásan talál köztük a szó. A férfiak mai nemzedékének alapélménye, és egyúttal korunk történetének alapvető ténye a háború volt. Múltunk, világunk leghűbb modellje, a katonaság. Semmit sem érthet belőlünk, aki nem érti ezt. Éppen ezért engedtessék meg, hogy most mindenféle alkohol mámorról, férfi és nőtársaságról végképp lemondva, magányosan és színjózanul, vállalva az avatag módszerek, kifacsart témák pinceszagát, jól tudva, hogy ma már nem mindenki képes odafigyelni egy bukott nemzedék mániákusan ismételt tapasztalatára, mindezt tudva, mindezt vállalva, engedtessék meg, mondom, hogy néhány variáció erejéig én is bekapcsolódjam vénülő férfi társaim nagy kórusába, s amolyan igazi szegény emberként beszámoljak utazásomról. Tudom én, kedves jó hölgyeim, és kedves uraim is, tudom én, hogy szívesebben olvasnak úti rajzot, például Amerikáról, de Amerika, Kína, Kuba élménye én nekem nem adatott meg. A háború megadatott. Akkor már a háború vége felé már olyan nagy hiány volt jelentkezőkbe, hogy felvettek engem is. És pedig a huszár századba helyeztek el, ahol a legnagyobb volt a létszámhiány, ugyanis az a második világháborúban már egy inexisztens fegyver nem volt tulajdonképpen, csak a lengyelekről tudok, szegényekről, akik lóvasrohanmal próbáltak <laughs> kiharcolni a német páncélosok ellen. Szóval ez egy inexisztens fegyver nem volt, és ezért kevés volt ott a jelentkező, nem lehetett karrier csinálni a huszároknál és akkor engem betettek a huszár ö, szakaszba, századba, mint egy olyan valakit, aki hát éppen csak, hogy átjutott a felvételi vizsgán, és ezért van nekem fogalmam a lovakról, és ennek köszönöm azt a mérhetetlenül gazdag és tanulságos tanulmányutat, amit Németországon keresztül, keresztül Kasul olyan sokat tapasztaltatott velem. Amikor nyakon öntött, ne is, fiú, ne is. Ne tanulj, ne tudj, ne törekedj. Ne jelentkezz soha önként. Sose nyújtsd a kezed. Lapulj meg szépen a többi között, szó nélkül, mintha jelen sem lennél. Mert különben neked is stréber lesz a neved. Ahogy engem is hosszú ideig stukinak hívtak. Mint valami szörnyű koloncot, teljes fél évig viseltem magamon ezt a gyalázatot. S igazán csak véletlenül, mondhatni, az évfolyam kioktató jó indulatából sikerült tőle megszabadulnom. Úgy történt, hogy kis Ernő Zászlós, nekem azelőtt is kedves tanárom, kérdve kifejtő módszerrel adta elő a matézist. Kísérletet tett arra, hogy érdekfeszítő logikai játékká a féle cserkész feladattá tegye a napi leckét ravaszkásan, rejtélyeskedve magyarázott. Apránként óvatosan igyekezett egy, egy új összefüggést megközelíteni. Közel, minél közelebb vezetett minket a soron levő felismeréshez, és amikor már olyan közel volt, hogy szinte csak a kezét kellett volna kinyújtania érte, mondhatni egyetlen lépésre a céltól, egyszerre megtorpant, elhallgatott, s tőlünk remélte, hogy megtesszük helyette az utolsó lépést. Nem is rossz módszer. Hiszen aki maga jön rá, az már biztosan érti. El sem felejti többé a tételt. Ott állott tehát kis Ernő zászlós, derűsen, szőkén, fiatalon, csinos, bárkissé civilesen hordott tiszti a tábla előtt, és szokása szerint feltette a kérdést: Na már most, növendékek, mi következik ebből? Az örökké neszező osztályban egyszerre ellenséges csend támadt. Tisztán hallatszott, amint Kejsz szórakozottan tovább hegyezik ceruzáját, nehogy fel kelljen tekintenie a kisernő zászló szemébe, aki ezt önkéntes jelentkezésnek minősíthetné. Senki sem tudta, mi következik ebből, legalábbis senki sem adta tanújelét. Az év folyamon csökönyös értetlenség és butaság uralkodott el, mintha csak azt kérték volna, hogy szanszkrit igéket ragozzon. Hát hogy is ne? Hogy is ne? Tán csak nem várja el tőlünk, tisztre menendőktől, katonáktól, hogy jártasak legyünk a matekban, esetleg még töprengünk is rajta? Vonja csak le maga a konklúziót, ha már megúszta a frontot és idekerült. A mi fejünk nem arra való. Hát, mit gondol ez a pók? Mit gondol a parancsnokságunk? Miért jöttünk mi katonának? Ide jöttünk volna-e épp most a háború kellős közepén, ha értenénk a Mértanhoz, vagy bármi egyébhez, ha egyáltalán hajlandók volnánk mozgósítani szellemi energiáinkat? Mi az életünket ajánlottuk fel, amikor ide jöttünk, nem az eszünket. Sorsunkat tettük kockára, halálunkra spekuláltunk. Minek ehhez további számítás, geometria, analízis? minek ez az egész fölösleges szekatúra itt az osztályteremben? Értelmes ember létére hogyan is képzeli, hogy válaszolni fogunk, vagy akár oda is figyelünk időszerűtlen kérdéseire? Eféle gondolatok, nem is gondolatok, érzések jutottak kifejezésre az évfolyam hallgatásában. Nem is az évfolyaméban, hiszen senki sem mérte fel világosan mindezt, hanem maga a helyzet gondolta el az súgta, suttogta, ismételgette. Azért is válhatott az osztályteremben olyan csökönyössé a csend. Na most már én sohasem voltam igazán jó számtanos. Kisernő zászlós magyarázata azonban olyan világos és logikus volt, annyira elejét vette minden lehetséges tévútnak, botladozásnak, hogy tulajdonképpen már két lépéssel előbb pontosan tudtam, hová akar kiukadni. Vártam tehát egy ideig, hát ha valaki másnak is eszébe jut a megoldás, de miután két perc, három perc múlva sem jelentkezett senki, és a rettenetes csend mindinkább az évfolyam kollektív butaságát, valamint kis ernőzászlós tanári kudarcát kezdte jelenteni, mondom, miután már úgy véltem, osztály és tanár becsülete egyaránt, és egész az elviselhetetlenségig kockán forog. Végül mégiscsak felnyújtottam a kezemet. Ha mélyen magamban nézek, bevallhatom a tanárt, inkább a tanárt sajnáltam meg. Az ő szőke fejét, bízó mosolyát féltettem a lehervadástól, lelkes, őszinte odaadását a megszégyenüléstől. De azért az évfolyam becsületét is. Mégsem ismerhetjük el, véltem, hogy ennyire tökkelütöttek vagyunk ennyire alkalmatlanak minden egyébre, mint a halálra. Mégsem engedhetjük meg magunknak itt 27 hogy válasz nélkül hagyjunk egy ennyire egyszerű kérdést. Magasba emeltem tehát a kezem, megadtam a választ, mint kiderült, mégsem volt épp olyan egyszerű, ahogyan hittem, és bezsebeltem érte az elismerést. Az óra végén azonban már éreztem a sáfrány szagot valami nem volt egészen rendben. Valami határozottan bűzlött. Mintha valamely vétket, nem is vétket, gaztettet követtem volna el, anélkül, hogy tudnám, mi az. Az évfolyam csökönyös hallgatása, ami azelőtt kis ernő zászlósra vonatkozott, egyszerre ellenem fordult. Megikrásodott, kikristályosodott körülöttem. Akár a cukor a diós kalácsban. Úgyhogy kicsengetéskor nem is haboztam sokáig. Bizonytalan, rossz érzéstől hajtva, mindjárt kis ernőzászlós után kiszöktem a folyosóra, majd tovább a klozetra, mintha már régen sürgetett volna a szükség. Ez egyelőre elfogadható megoldásnak látszott. Elvégre bármikor bárkit érhet a szaladnivaló. való. Átvészelem itt a szünetet, gondoltam bent a fülkében, a vagy kuporogva, aztán becsengetéskor majd csak visszalopózom valahogy az osztályterembe, addig tán elszáll a dühük. Csend volt a is. Mindössze egy légyzűn mögött neki neki ütődve az ablaküvegnek. Egyszerre azonban megnyílt az ajtó, és jöttek, és jöttek, halkan dübörögve, seregestül özönöltek be az előcsarnokba, én pedig, akit csak egy vékony fülkeajtó rejtett el szemük elől, egyre némábban, szánalmasabban, egyre kisebbre zsugorodva kotoltam a kagylón, csendemben, magányomban, magányomban, csendemben. Egyre jobban remektem. És ami a legrosszabb, egyre inkább beláttam bűnömet is, hogy különb akartam lenni. Tudni akartam valamit, amit más nem tud, vagy nem akar tudni. Hogy fölöttes, idegen hatalmak pártjára álltam. Megszektem a láthatatlan szerződést és szent szövetséget, még ha annak alapja csupán a butaság is. Hogy nem vállaltam szíves-örömest a kollektív sorsot, hanem másokat árnyba borítva kedvező fénybe próbáltam kerülni. Szóval, hogy áruló lettem. Csendben gyülekeztek. Halkan vicogtak, morogtak azok odakint, akár egy hajtásra induló falka, de én szinte fülemmel hallottam már a zár recsenését, a fülkeajtó kicsapódását, ahogy rám törik, s ki tudja, mi lesz azután. Minden bizonyal rettenetes lesz. Ehelyett teljesen váratlanul egy vödör víz zúdult fentről a nyakamba. Szerencsére hosszúra sikerült a lökés, épp csak a fejemet érte, de már jött is a következő. És ez bizony minden estül letoltna a drágomban kötött ki, úgyhogy a cúgos cipőm is megtelt vele, végül megjött a harmadik, és én tetőtől talpig víz vízlettem. A legérdekesebb, hogy mindezen közben végig biztosan tudtam, nem szabad szólnom, tilos tiltakoznom, jajgatnom, káromkodnom, kiabálnom. Úgy kell ott ülnöm, úgy kell ott tűrnöm, mintha jelen sem volnék. És ők teljesen üres fülkébe zúdítanák vedreiket. Mert ezáltal egyrészt elismerem vétkem, vállalom penitenciámat. Jelét adom annak, hogy rájöttem, mi okból bántanak engem. Egy szóval, mint egy javulást fogadok. Másrészt azonban jócskán megkönnyítem a továbbiakat is lehetővé teszem, hogy utóbb meg nem történtnek tekintsük a dolgot. Így a hallgatók bizonytalanságban ők is kielégítettnek vélhetik bosszújukat azzal, hogy talán bent voltam. Én is megőrizhetem méltóságomat azzal, hogy talán mégsem voltam bent a fülkében. Így is tettem. Hallgattam, míg csak mindnyájan el nem vonultak. Hallgattam, mint aki tényleg oda csinált. Miközben feledhetetlenül megtanultam a leckét, amelyel ők ki tudja honnét már régóta tisztában voltak. Nem szabad egységet bontani, többet akarni, kiválni. Nem szabad önként jelentkezni soha. Éljen az átlag, éljen az ostobaság. Nagy és fontos oktatásban részesültem egy szóval én ott a klozetom. A katonaság, sőt mindenféle mikroközösség alaptörvényét kötötték a lelkemre akkor. Érezhetsz, gondolhatsz bármit, abba senki bele nem szólhat. De cselekedni, csak a szigorúan kötelezőt cseleked, Soha többet. Mert különben nincs helyet köztünk. Stukker és Stréber lesz a neved. Ne is, fiú. Ne is. Ne tanulj ne tudj, ne törekedj, soha semmire önként ne jelentkezz. vagy tanulj, tudj, törekedj, nyújtsd a kezed csak azért is, de akkor számolj azzal, hogy engedelmes eszköze leszel fölötteseidnek. Vagy a felsőbbség szolgálatát kell vállalnod feltétel nélkül, vagy a banda fegyelmet, vagy a kényszerítők, vagy a kényszerítettek falkája fogad be. Még jó, ha mindkettő ki nem tagad. Két tűz között állsz. Két út áll előtted, mindössze kettő. És hogy kedvedre választhatsz a rossz meg a rosszabb között, ez épp a szabadság. A lovardaföldjét vastag fűrészpor fette. Minden héten felszórták, anélkül, hogy a bentlevőt valaha is kihorták volna, úgyhogy idővel araszos réteg gyűlt fel belőle, a sarkokban még vastagabb. Ezt a lovasok estére mindig irgalmatlanul feldúlták, összetaposták, tele a patanyomok milliomholt hold kráterével, de a legénység reggelre ismét gondosan elegyengette. Ünnepélyes alkalmakkor még a féle naív díszítést, kockákat, hullámvonalakat is gerebjelt rája. Nem csak arra való volt, hogy halká, kényelmesét egy a lovak járását, kimélje a patájukat, hanem hogy felitassa utánuk a szennyet. De ami sokáig szívja a mocskot, idővel maga is mocsokká válik. A lovarda fűrészpora épp csak a legmelegebb nyári hónapokban szárad ki valamelyest, egyébként rétegesen Nyírkosan vörös lett akár a filc. Sápat penész csomókat vetett ki magából, s szúrós bűzt árasztott, húgy szagott, verejték szagott, trágya szagott. A lovak felsorakozva várták az év folyamot. Jó lovak voltak. Parasztlóba oltott nemes angol faj, nónius ivadékai. Tulajdonképpen félvérek mindannyian. Apáiktól szikár alkatott, ideges erőt, önuralmat, anyai részről télies bundát, szívós igénytelenséget örököltek. Szépek voltak a szürkék, kiváltak karikástomporú almás deresek. A rövid szőrű fényes feketék, de még a sárgák, a fekete sűrényű is igazán remekek voltak. Fakó nem akadt köztük. Így csak a sor végén áldogáló szürke herélt keltett némi ellenszenvet. Lógó fejével, szennyes fehér szőrét petyező apró vörhenyes foltjaival. A természet fütyül az esztétikára. Bánja is ő, mit látunk mi benne rútnak vagy szépnek. Ez a nagy darab ló azonban, mintha maga is szenvedett volna a színe miatt. Pedig magas marja, inas, erős lába, dölt lapockája kiváló fajtára vallott. Könnyen lehet, hogy a zászlóaj egész állományában ő volt a leggyorsabb, legnemesebb. Csak hogy ez sohasem derülhetett ki. Pálinkás, így hívták a nyomorultat, eleve lemondott arról, hogy vele született képességeit igénybe vegye. Eszébe sem jutott teljesítményre törekedni. A könnyebb megoldást, a lógást, lazsálást választotta mindannyiszor. Csalódott volt, lusta volt, engedetlen volt. Mindenestül hiányzott belőle a becsvágy. A lovaknak ez a legemberibb jellemvonása. Éppen csak áldogálni volt hajlandó. Áldogálni meg enni. Azt is folyvást súnyítva, mogorván, rossz kedvűen. Az évfolyam lépés tartva zárt alakzatban kanyarodott fel a gesztenyesorból, amelynek levelei most áttetsző pirosan enyvesen gubbasztottak az ágak hegyén, meg annyi tojásából frissen előbújt madárfióka. Még be sem léptek a párás homályba, még csak a lovarda alacsony kapuját nyitogatták, amikor pálinkás gazdája már meg is látta lovát. Itt van, megint itt van, megint elővezették, gondolta hideglelősen, és állandósult szorongása, amelyet oly kitartóan, akkora erőfeszítéssel igyekezett elfolytani, hogy idővel élete egyetlen valódi tartalma lett. Ez a vad, állati szorongás egyszerre megint urrá lett rajta. Önáltató reménye, és egyben titkos támasz a belső küzdelmei közepette, hogy pálinkást talán mégsem vezetik ki, nem volt egészen alaptalan. Előfordult már az elmúlt fél év folyamán kétszer is megesett, hogy a szörnyeteg, legyes szürkét bent hagyták Istálójában, ki tudja miért, talán mert patkolni kellett. Fiatal gazdája ilyenkor más lovat kapott, a fölöttük járó második év folyam állományából és élete nagy ünnepei feledhetetlen órái közé sorolta ezeket az alkalmakat. Csupa derű volt ilyenkor a lovagló óra, csupa öröm és felszabadultság. A hanvas, lovagló csizmás fiatalember, szinte gyerek még, aki őszinte rémületét ezúttal is feszes katonás viselkedésbe igyekezett bugyolálni, természetesen nem csak a külseje miatt utálta lovát. Ennél sokkal rondábbal, egy vedlet fakóval, egy trágyás farú cigánygebével is szívesen megbékélt volna. Pálinkás azonban századszerte híres volt agyafúrt rémtetteiről. Amilyen tunya volt általában, épp oly hirtelen jött mozgásba, mihelyt valaki felült rá. Egyszerűen nem tűrt meg lovast a hátán. Ha olykor mégis emberére akadt, akit nem sikerült földhöz teremtenie mindjárt legelső mozdulatával, hát azzal negyed órákat volt képes végig bokkolni, felágaskodni, kirúgni, újra felágaskodni, újra kirúgni, meg is csavarintva közben a törzsét, akár a vadlovak Texasban, amikor betörik őket. És sohasem hagyta abba. Ha időnként meg is pihent, pár perc múlva biztosan előről kezdte. Betörhetetlennek bizonyult. Hogy rúgott, az természetes, de azon felül harapott is. A lovásznak, aki rendesen lovagolta, gondját viselte, csutakolta, itatta, etette, lila volt mindig a karja. Magát az istáló mestert, akit háromnegyed órás küzdelem után egyszer szintén sikerült ledobnia, bosszúból meg is taposta. Minél jobb lovas volt valaki, annál jobban utálta. A legjobbakkal személyes haragot tartott. Akár a közismert fali tábla, amely a tökéletesen beteg lovat mutatja be, egyetlen lovon ábrázol minden lehetséges lóbetegséget, csütsömört, csánkpókot, rühöt, kehet. Pálinkás is egybegyűjtötte magában, s feltehető élvezettel gyakorolta a hátasló minden elképzelhető vétkét. Tökéletes az, amiben semmi hiba nincs, de amiben minden hiba megvan, azt sem mondhatjuk másnak, mint tökéletesnek. Pálinkás pontosan ez az eset volt. Tökéletesen szörnyű, és szörnyűségesen tökéletes. Az év folyam bevonult a tágas hodályba, és egy-kettőre felsorakozott a fűrészpor napfényes oldalán, szintén arcvonalban, szemközt a lovakkal. Pálinkás gazdája, aki a legalacsonyabb volt társai közt, és ezért szintén a sorvégén végén állott, pontosan szembe került a lovával. Kifelé feszes vigyázban, de belül émelyegve, remegve, az elkövetkező pokolkin sorsszerű tudatában nézte a napfénybe termett pálinkás lógó fejét, szivárványló szemét, szeme körül a legyeket. Hiába, hát most fél percen belül oda kell majd futnia hozzá, mégpedig pedig lelkesen, mintha csak legforróbb vágya vezetné, fel kell majd ülnie rá, és azután minden bizonyal haladéktalanul meghemperegnie a lovarda fűrészporában. Megszégyenülten térdét könyökét, palva fel kell majd tápászkodnia, ismét nyerekbe szállnia, megint meghemperegnie, és így tovább, megállás nélkül, teljes két óra hosszat, nem hajtva az évfolyam vihogására, még csak a gyomra is felfordul, az agya is elkábul belé. És még szerencséje lesz, ha pálinkás meg nem tapossa, le nem üti. Ez is előfordulhat, miért ne? Sőt, minden bizonyal elő is fordul a második óra vége felé, amikor pálinkás végleg kifogy a béketűrésből. Ezt kell majd tennie. Nincs kibúvó, így történt eddig is, így történik ezután is. Hozzá kell futnia, fel kell szállnia rá, akárhányszor is ledobja, összetöri, megalázza. Hiszen az ő lova az. A legelső lovagló óra emléke villant eszébe. Ugyanígy állott az évfolyam akkor is a gőzölgő fűrészporon, szemközt a lovakkal, amelyekről ő bizony semmit sem tudott, akik közül egyet sem ismert, de még azt sem sejtette, névsor szerint osztják-e ki őket, vagy inkább nagyság szerint. Nem osztották azok semmit, sem úgy. Egyszerűen felcsattant a rövid vezényszó, lóhoz, és társai már is futni, sőt rohanni kezdtek. Egyenest húztak a célra, akár a méhek a kasok felé. egymást taszigálva, tülekedve kapkodták ki a lovászok kezéből a szárat, foglalták le a lovakat. Ő is rohant természetesen, mivel hogy mindenki rohant, de határozott cél nélkül, tétován, bizonytalanul, úgyhogy bármelyik lónál kötött ki, az már le volt foglalva, már a szárat vetették nyakába, már a kengyelét igazították. Ő tehát tovább futott, tanástalanul szaladgált ide-oda, és végül csüggetten vette tudomásul, hogy hiába volt kezdetben ugyanannyi a ahány lovas, ő neki mégsem jutott. Dehogy ne! Amott a sor végén gazdátlan maradt egy szürke, erre az oktató figyelmeztette. Ő tehát odaszaladt, kifordította a kengyelt, és a lovás segítségével nagy nehezen nyeregbe szállt. Honnan sejthette volna, hogy pálinkás végleg az övé marad, s vele együtt heti háromszor két óra lidérc nyomás szakad a nyakába. Úgy került a lovassághoz gyanútlanul, történetesen mivel nem tudott különbséget tenni a fegyvernemek közt, és mivel itt mutatkozott létszámhiány. A többiekben nem csak a ló ismeret, hanem nyilván a fegyver nemi öntudat is réges-rég kialakult már, mire sor került a lóválasztásra. Ő még csak annyit tudott, hogy katona akar lenni. Nem, mintha arra valónak érezte volna magát, hanem mert nem érezte magát egyébre valónak. Sok irányú képességei voltak, sok minden érdekelte, de semmi sem különösképpen. Legyünk tehát katonák döntött el ötletszerűen, álmában sem sejtve, hogy vannak tüzérek, vannak műszakiak, huszárok, gyalogosok, de egyszerűen csak katona nincsen. Igen, hát ő rajta kívül mindenkinek meg lehetett már a kiszemelt lova, ezért húztak el mellette olyan céltudatosan, egyenesen. Ez az ő tétovasága, ez a sokoldalú, semmire ugyanakkor mindenre valósága, ami miatt katona is lett, Emiatt jutott neki lóban is a legutolsó. Ez osztotta rá pálinkást. Nem a szerencse. Így kellett lennie. Így is volt bizonyára. Akkor a legelső lovagló órán mihelyt felkapaszkodott a nyerekbe, és lassan a lovászok is eltávolodtak, egyszerre, mintha megrándult volna alatta a ló, vagy csak a bőre. Ő pedig szárnyra kelt, mint egy bakugrásban átrepült a feje fölött, és a fűrészporon találta magát. Legelőször még roppant könnyedén röppent alá, fel sem hengerült, pontosan a talpára pottyant akár a macska. De azután, ahogy lovas becsvágya növekedni, ülése szilárdulni kezdett, Pálinkásnak is egyre nagyobb erőfeszítésébe került, hogy leszórja őt a nyerekből, és akkor már rémeseket, iszonyatosakat esett. Harmadik, negyedik alkalommal már arcán csúszva, bukfencezve túrta fel a lovarda fűrészporát, vagy nagy döndüléssel rézsot a palánkra zuhant, úgyhogy a lélegzete is elakadt, moccanni sem tudott jó ideig. Fel kellett pattannia, ismét nyerekbe szállnia mindannyiszor, és szórtanul tűrnie a körbevágtázó évfolyam kár örömét. Ez volt a legrémesebb. Ez a tudat, hogy nyíltan röhögik, amiért rossz lovas, és nyilvánvalóan nem állja meg köztük a helyi. Bármit megtett volna, hogy szénáját rendbe tegye, de szénája hónapok múltán sem javult semmit. Ellenkezőleg, napról napra rosszabbul állt. Mert minél jobban félt a lovától, az csak annál inkább ledobta. És minél inkább ledobta, ő csak annál jobban félt tőle. Félelme és pálinkás rossz indulata egymásra talált. Kölcsönösen táplálta egymást és egyáltalán nem lehetett tudni, mindez meddig viselhető el. Hová fajul? Azt, hogy mennyire kitölti belső világát ez az átkozott szürke, akkor sejtette meg, amikor már álmodni is kezdett róla. Zöld erdőt látott álmában, szép szálas erdőt, amelynek lombját enyhén borzolta, fújta a szél. Nagy csend honolt benne. Nyírkos, tömör árnyék, csak a szél zúgott odafönt, csak nagy néha söpört végig az abaron egy-egy eltévedt sugárnyaláb. De egyszer, mintha nestámat volna. Egy távoli avarzörgés szürem lett általom Igen, határozottan hallotta már. Lépések közeledtek, valami járt odabent. Minden érzékét megfeszítve figyeltem, mi lehet az. Két derék fatörs közül kisvártatva, pálinkás lépett elő. Lomhán ballagott, bárgyún előre nyújtotta hosszú nyakát. És csúf volt, rettenetes volt, de gyönyörű lány alakot hozott a hátán. Homlok a közepén pedig pompás, csavaros szarvat viselt. Idővel már alig tudott számot adni magának, mit álmodott róla, és mit élt át igazán, hiszen amit valóban átélt, az is épp olyan képtelenség volt, mint legvadabb álma. Mint hogy ezután már kialudni sem tudta magát, fáradtan, törődötten ébredt mindannyiszor, álom és valóság mindinkább összefolyt tudatában. A kettő együtt egy világméretű, apokaliptikus lovat adott ki. Egy gigászi rémlátomást, egy látókörét mindenestül kitöltő, szörnyű, legyes szürke gebét, amelynek halálát kívánta. Mert félt tőle, félt, Félt, rettenetesen félt, és egész lelkierésen volt elegendő, hogy félelmén erőt vegyen. Álmai hangulata bírta azután arra, hogy megpróbálja pálinkást más szemmel nézni, úgy szóván megérteni. Talán mindez csak a színe miatt van, talán a feléje sugárzó ellenszem váltja ki benne a kölcsönösséget, tűnődött békülékenyen, talán csak a szakadatlan megtorlás, verés, szeretetlenség bírja erre a züllött bosszúra. Így lesz, nem lehet másképp. Az az igazság, hogy nem bírta már elviselni az örökös félelmet, gyűlöletet. Szerette volna szeretni lovát, ahogy a többiek is szerették mindannyian. Ezen túl tehát naponta tisztelget nála. Zsebében kockacukorra, serclivel, nagy darab komiszkenyerekkel, amelyeket előzőleg sóval is megszórt, hogy annál jobb ízük legyen, ezekkel próbálta lekenyerezni. Nincs mit szépíteni, Szeretetet koldult a lótól. A ló ezen eleinte csodálkozott, talán nem is hitt benne egészen. De azután, hogy másodszor, harmadszor sem torolta meg alattomosságát, hanem mindannyiszor újra megvendégelte, Pálinkás lassan felengedett. Nem is a kenyér, a kockacukor oldotta fel görcsös gyűlölködését, hanem a megbocsátás, a büntetés elmaradása. Miután eképpen kiengesztelődött, jóval ragaszkodóbbnak bizonyult, mint az istálló kedvencei, akik hozzászokhattak a kényeztetéshez. Ezentúl elég volt belépnie az istállóba, a rút legyes szürke már is fülét hegyezte, nyihogott, röhögött, hogy kifejezze szeretetét. Tréfásan prüszkölve turkált a nadrág zsebét, mozgékony ajakkal próbálta kihalászni belőle a serclit, ami persze nem sikerült, de gazdája lopva segített neki, és ezen mindketten nevettek. Mindeközben pedig forró hullámokban öntötte el néha az érzés, mennyire utálja ezt a lovat. Ettől önmagát is megutálta, amiért mégis hízeleg neki. Falhoz állítja, megcsalja szeretetében. Lelkiismeretlen kalandornak érezte magát, aki érzelmet hazudik, hogy kiváltsa a viszont érzelmet agyafúrt képmutatónak, aki hideg tervszerűséggel hódítja meg áldozatát, miközben gyűlöleten kívül semmit sem érez iránta. Ebben azonban csaladkozott. Színlelni sem lehet a világ végezetéig. Akivel sokáig úgy viselkedünk, mint a szeretnők, azt idővel csak ugyan szeretni kezdjük. A forma minél üresebb, annál inkább szereti tartalommal kitölteni maga magát. Nem sokára ő is ámulva tapasztalta, hogy egyre szívesebben és őszintébben játszik, barátkozik, nevetgél együtt a lóval. Igen, jó ízűeket, nagyokat nevettek, sőt néha már búsultak is együtt, főleg lovarda után. Mert pálinkás, bármilyen szelíd, és őt maga kelletően kacérrá puhult egyébként, a lovardában továbbra is engesztelhetetlennek bizonyult. Itt aztán nem ismert pardont. A lehető legnagyobb megértésben váltak el este az istáló szalmán, a lehető legjobb reménnyel látták viszont egymást reggel a fűrészporon, de mihelyt felült reál. A ló azonnal bokkolni kezdett. Domború háttal rúgott ki, ágaskodott, rúgott ki, ágaskodott ismét, közben a törzsét is megcsavarintva. Elszántan, megveszekedetten, önműködően, mintha felhúzták volna. És sohasem hagyta abba, ha kellett tíz percig, negyed óráig folytatta ezt, míg csak megszabadult lovasától. Mi bajod? Mondd meg, mi van veled? Szólaj meg, kedves! A ló ilyenkor neki támasztotta fejét, homlokát homlokára nyomta, és csak nem sírta meg megindultságtól. Látni való volt, tulajdonképpen érti a kérdést. Legalábbis érzelmi töltetében nagyon jól érti. És ha beszélni tudna, felelne is rá. Csak hogy mind halálig némaságra ítéltetett. Nem szabad, nem lehet semmit mondania. Csak a testével, csak a létével kommunikálhat. Amit mi voltával mondhatott, azt régen megmondta. Nyíltan, szabatosan elmagyarázta. Világosabb beszéd, bárhogy igyekszik, nem telik től. Ezen még inkább elbúsult a ló is, a lovas is. Kálin történetének folytatása. Most, hogy szemben állt a napfényben lángoló legyes szürkével, mindez egyetlen szempillantás alatt suhant végig agyán. Nem igaz. Nem suhant végig, hanem együtt volt, jelen volt agyában. Mindezt egyszerre tudta. Rettegésébe, utálatába, amelyet itt a lovardában mindig is érzett lova iránt, belevegyült a szánalom, a szeretet is, amely az istálóban, meghitt együtt léteik folyamán alakult ki, és ez még feszültebbé tette várakozását. Akárhogy is lesz, ő igyekszik majd kitartani, fennmaradni a nyerekben. Ennyit tehet, ennyi függ tőle. A többit pedig elviseli, ahogy eddig is elviselt mindent. Ezzel a beletörődő fatalizmussal szállt fel a lóra, amikor az oktató tiszt végre megérkezett. Pálinkás pedig azonnal működni kezdett. Nagy lendülettel gépiesen végezte szokott mutatványát. A többiek már régóta szabályosan körbeügettek, amikor ő még mindig a lovarda közepén bakkolt. Csak hogy ezúttal nem sikerült egykönnyen földhöz teremteni a lovasát. Tehát fokozta az ütemet, ágaskodott, kirúgott, dühöngött, ahogy még sohasem. Napsütött fűrészpor felhőt vert maga köré, de a fiatal ember elszántan állta a próbát. Kapaszkodott teljes erejéből, amikor visszazöttjent a nyerekbe, ismét kiegyensúlyozta ülését, ismét tér támaszt használt, keményen dolgozott szárral és combbal. Küzdött egy szóval, s küzdelmét egyelőre siker koronázta. Igaz, nem a tudás, nem az ügyesség, inkább csak a konok kitartás küzdelme volt ez. S kívülről nézve sem lehetett valami épületes. Egy rettenetesen csúnya ló, aki tetőtől talpik tajtékba borulva örjöng, bohóc mutatványokat végez, és egy lovas, aki kétségbe esetten kapaszkodik, zötyög, hánykolódik a hátán. Nem, semmiképp sem volt ez lélekemelő látvány. A fiatalember mégis annak érezte. Akkor a ló olyasmit játszott meg, mintha feladná a harcot. Mint egy a többiek utáni ramodott. Sebes vágtában nyargalt a hosszú fal mentén, egészen megnyúlt a teste, lovasa egyre közelebb érezte magához a földet, és előre látta, a sarokban történni fog valami. Elképzelhetetlen volt, hogy ezzel a sebességgel pálinkás a rövid fal mellé tudjon kanyarodni. Úgy vélte, egyenes nekiront majd a palánknak, s ott ismét lefékez. Ez volt a valószínű. Fel is készült erre a cserre. De mégsem így történt. A ló közvetlenül a sarok előtt igenis bedőlt a kanyarba. Mélyen megdőlt akár egy motorbicikli. Patái oldalbást hányták a fűrészport fel egészen az ablakokig, s lovasa tisztán érezte, tudta, hogy most mindjárt valami jóvá tehetetlen következik be. Lehetetlen, hogy a ló a kanyar után ki tudjon majd emelkedni ebből a szörnyű dőlésből. Megpróbálta a szárral támogatni, súlypontját áthelyezve kiegyensúlyozni, de Pálinkás annál inkább bedőlt. Izzat oldalával mind közelebb került a földhöz, míg egyszer csak tényleg kicsúszott alól a mind a négy lába, és ő felbukfencezett a fűrészporon. Így volt. Ez történt. Inkább felbukott, csak hogy vele együtt elbukjon lovasa is. A döngő, velőtrázó bukás után Pálinkás gazdája arra eszmét fel, hogy keserű nyál önti el ajkát, és szörnyű súly nyomja. Úgy látszik, alul került. Ott feküdt hanyatt a fűrészporon, eleven hússal betemetve, derékig lova alatt. Pálinkás akkor tápázkodott fel. Ahhoz, hogy talpra ugorjon, bal első lábát épp a mellének, melkas a legközepének kellett feszítenie. Most tehát megtapos gondolta a szerencsétlen gyerekember, s noha nem volt reménye, gépiesen küzdött tovább. Ekkor követte el az egyetlen, a végső hibát, amely emberi méltóságáért vívott küzdelmét hiába való, s ráadásul nevetséges vergődésé alacsonyította. A hibát, amely betetőzte gyalázatát. Hogy lovát is, társait is figyelmeztesse a veszélyre, amely fenyegeti, és hogy végre valahára szabad engedjen fél évig titkolt szorongó kínjának is. Hangosan jajgatni kezdett. Kiáltását döbben követte. Azután nem is nagyon titkolt vihogást hallott. Igen, ez logikus. Tudta, hogy így lesz. De mintha pálinkás is meghallotta volna a hangját. Hatalmas, eres szemével egyenest az arcában nézett és különös fény, valamiféle felismerés villant meg abban a kialudt szemben. A pata nyomása már is lazult valamicskét, Pálinkás pedig felugrott fektéből, anélkül, hogy teljes súlyával mellére taposott volna. Hiába mondták neki később, hogy hasonló helyzetben minden ló ösztönösen megkíméli lovasát. Ő, aki emlékezett, miként tiporta meg Pálinkás haragjában az istáló mestert, és arra a közelről rámeredő szemre is sokáig emlékezett még. Szentül hitte, lova ő neki kivételesen, barátságuk jussán, mint egy személyesen kegyelmezett meg. Az ezred orvos bordarepedést állapított meg, ami kellemetlen, de alapjában véve még szerencse is volt, enyhítette valamicskét a szégyent. A lovaglás sebesültjeit, mártírjait mindenkor különös megbecsülés övezte a lovasságnál. Semmi más nem semlegesíthette volna az évfolyam megvetését, amelyet kimondhatatlanul aljas és gyáva jajgatásával jogosan kiérdemelt. Ha már a bordája is betört, nem csoda, hogy feljajdult tőle. Íme a hallgatólagosan kialakult közvélemény, mondhatni közkegyelem, amelynek folytán nem kellett azonnal elmenekülnie. Megmaradhatott társai között. Mire kiírták a gyengélkedőből, Smelkasáról is lekerült a hatalmas keresztkötés, Szóval, mire ismét lóra ülhetett volna, a fedett lovarda réges-rég üresen kongott. Felgerebb fűrészporában újjongó verépcsapat fürdőzött reggel estig. A nagy nyári menet gyakorlat ideje jött el. Pálinkás gazdája a szakasz legvégén, de annál peckesebben kanyarodott fel a teljes pompájában zöldellő gesztenye sorból, ezúttal már a nyitott lovarda felé s noha teletorokkal énekelte, milyen jól megyen dolga, gyomra megint csupa émegés, agya megint csupa kétségbeesés volt. Igen, hát lejárt a boldog beteg szabadság. Begyógyult az üdvözítő bordatörés. Most mindjárt öt percen belül ismét oda kell majd futnia a rettentő legyesszürkéhez. szürkéhez. Ismét felülnie rá, ismét küzdenie, elbuknia, és így tovább. Szóval kezdődik minden előről. A nyitott lobardában azonban meglepetés várta. Pálinkás nem volt ott a menet gyakorlatra kivezényelt 27 ló közt. A fiatal embert forró hála, kimondhatatlan megkönnyebbülés öntötte el. Alig hitt a szemének. Titkos reménye, egyetlen támasz a belső küzdelmei közepette, hogy pálinkást egyszer talán mégsem vezetik ki, íme bevált végre valahára örömmel, nyugodtan, felszabadultan lovagolhat méghozzá éppen most, amikor egyfolytában két napot kell majd nyerekben töltenie. Két napi szakadatlan vereségre készült fel pálinkás hátán, illetve patája alatt, úristen, micsoda iszonyú két nap lett volna. Most ehelyett két napi szakadatlan ünnepben lesz része. Alig ügettek néhány száz métert növekvő kukoricások sárguló búzamezők közt, alig érkeztek fel a tölgyes alá, amelynek mélyén pálinkás, mint unikornis jelent meg egykor álmaiban, amikor társai remek látványosságra figyelmeztették. Nem messze tőlük valamely vízmosás, vagy talán mezei mélyút kökénnyel, galagonyával benőtt peremén, szőke lovas viaskodott egyszerre két lóval, egy szürkével, meg egy feketével. Saját lova a hátas fekete volt. Vezeték lova a málhás, világos szürke. Rendhagyó módon ezúttal nem a jól táplált hátas, hanem a lőszeres rakaszokkal alaposan megpakolt málhás okozta a botrányt. Megmakacsolta magát, egyszerűen nem volt hajlandó tovább haladni. Minél idegesebben rángatták előre, ő csak annál lustábban hátrált. Örökké hátrált. Kinyújtott nyakkal, megvetett lábbal, csak nem fenekére ülve vonzolta magával hátrafelé a feketét és lovasát. Igazi célja azonban láthatólag nem maga az ellenkezés volt, talán csak a málhától szeretett volna megszabadulni. Erre vallott, hogy néha megtorpant hátrálásában, és súlypontját előrevetve próbálta lerázni a hátára szíjazott rakaszokat. A lovas csak nem ketté szakadt ebben a húzakodásban. Kitűnő lovas lehetett, ha eddig is nyerekben maradt, hiszen mindkét ló erőfeszítése az ő tértámaszára nehezedett. Amíg lehetett, erőszakolta, vonszolta a málhást. Mikor muszáj volt, ő engedett. Karabéja eközben hátáról mellére csúszott, leröpült a sapkája is. Látnivaló volt, inkább belehal, sem hogy engedje földre rántani magát, vagy kitépni kezéből a vezeték szárat. Ám az is látnivaló volt, nem tarthat ki a végtelenségig. Előbb-utóbb kapitulálnia kell. Az évfolyam nagy élvezettel nézte a magányos lovas viaskodását. Jól esett látni, hogy náluk idősebb, rangosabb lovasok is pórul járhatnak, hiszen azok hárman, a szőke lovas meg a két ló, minden bizonyal az előttük járó harmadik évfolyamtól maradtak el. Kár örövendre találgatták, kicsoda az a pórul járt szőke lovas, és melyik lehet az a csökönyös szürke, aki most éppen kitol vele. Pálinkás, hasította felismerés a felismerése, sokat szenvedett gyerekemberbe. Pálinkás, kétségtelenül, pálinkás természetesen. Csak most, amikor más valakit látott viaskodni vele, csak is most mérhette fel igazán, micsoda átoktól szabadult meg. Úgy látszik, mégis jó volt valamire az ő bordatörése. Úgy látszik, a parancsnokság is belátta végre, hogy nem való hátasnak ez a bitang. De hát, amint a mellékeltábra mutatja, Málhásnak sem való, nem való ez semmire sem. Annyira elkeseredett gyötrelmes múltja miatt, Annyira megharagudott ismét régi lovára, Hogy amikor a szőke lovas türelme és ereje fogytán, Lekanyarította nyakából karabéját, Jobb eszköz híján azzal próbálta móresre tanítani, Még szurkolt is neki, még bíztatta is. Üsd, vág, nem apád, És csak a fejét, hogy ne sánduljon, Hagyta jóvá magában minden ütését az pedig csak ugyan ütötte, verte, puskatussal csépelte, vágta, ahol érte, válogatás nélkül, hol a farát, hol a fejét. Igen, hát másnak kell bosszút állni a gyalázatáért. Ő maga gyönge volt erre. Már régen így kellett volna bánnia ezzel a köpedelemmel. Már kezdettől fogva Móresre kellett volna tanítania. Mennyi szégyent, szorongást megtakaríthatott volna. Minél közelebb jutott a tett annál inkább belehajszolta magát a dühös örömbe, hogy pálinkás végre emberére akadt. Pillanatra sem szólalt meg benne semmiféle szánalom, sajnálkozás, vagy hát meg is szólalt. Most már férfiasan elnémította. Ekkor azonban különös dolog történt. A reszketve, nyihogva, csak nem sírva védekező pálinkás, hátrálás közben a vízmosás, vagy talán mezei mélyút szérére ért, de mert tovább ütötték, ő is tovább hátrált. Be a martot szegélyező bokrok közé, majd azokon is túl, s váratlanul a szakadékba zuhant. Farral esett be. Át is fordult a hátán, úgyhogy irtózatos döngés, ropogás közepette, hanyat érkezett le a mélybe. És ahogy megérkezett, úgy is maradt. Ott feküdt a hátára szíjazott rakaszokon, nem mozdult többé, nem próbált feltápászkodni. Négy lába ernyetten merett az égre. Szőke hóhéra áldozata, akit most zuhantában mégiscsak lerántott a nyerekből, szeppenter mászott le utána az agyagos marton, a szúrós kökények galagonyák közt. Pofa csontjánál, puha állánál fogva rázta, ébrezgette, de pálinkás meg sem vonaglott. Különös eset volt, nagy szenzáció. A század történetében ilyesmi még sohasem fordult elő, hogy valaki egy makacskodó vezetéklovat menet gyakorlat közben egy maga verjen agyon. Csodálattal vegyes iszonyattal gondoltak a szőke harmadévesre, aki ezt a hős tettet, ezt a gasságot végrehajtotta. És most már azon tanakodtak, menesztik-e a lovasságtól, vagy enyhébben büntetik érte. Nem büntették hogyan. Két nap múlva, amikor a pompásan sikerült menetgyakorlatról, az erdőkön, mezőkön, távoli ködös átvezető szép lovaglásból hazaérkeztek, az a hír fogadta őket, hogy az állatorvos időközben felboncolt a pálinkás tetemét. Írtózatos mit talált benne. Igen, frizzúzódásokat is, kétségtelenül, a fején meg a farán, de ezeket játszva kiheverte volna. A halál oka nem a verés volt hanem egy létfontosságú artériának helyi tágulata. A melkasában megbúvó aneurizma, amely most valamely hirtelen vérnyomás növekedés következtében egyszerre kirepett, mondhatni szétpukkant, és egy szívlövés gyorsaságával végzett vele. Nem tudni, így történt-e igazából, vagy csak a szőke lovas mentette ekképpen az orvos, a látleletben minden esetre ez állt. Biztos azonban, hogy a boncolás során egyebek is kiderültek. Például törés a gerincén. A rejtett, talán még csikókorából származó régi törés, a tizedik csigolya lepattant, elvándorolt, betokosodott többi nyúlványa, amely nem járt ugyan külső tünetekkel, viszont elmondhatatlan kínokat okozhatott a nyomorult lónak, valahányszor felültek rá, vagy bárhogyan is megterhelték a hátát. Ez volt a kulcsolényének viselkedésének egész tébolyának. Ez volt, amit olyan elszántam próbált, de sehogy sem tudott kimondani. Nyugodtan használható lett volna bármi egyébre. Vígan húzhatott volna ekét, kocsit, szekeret. Ehelyett örökké lovagolni akarták. Mindig a hátát, csak is a hátát vették igénybe. Holott soha felnyergelni sem lett volna szabad. Pálinkástól olyasmit követeltek, ami fájt neki, ami ellentmondott mi voltának, amivel sehogy sem érthetett egyet. Teljes életében arra kényszerítették, amire sosem volt képes. Hajdani gazdáját, az apró, hambasarcú fiatalembert izzó bűntudat öntötte el, amikor mindenről tudomást szerzett. Emlékezett még lova kihúny szemére, nyögéseire, istállóbeli kedvességére, Lovarda beli tiltakozására. Hiszen mindez roppant világos beszéd volt. Világosabb már nem is lehetett. Csak hogy ő semmit sem értett belőle. Jól emlékezett még arra is, mennyire szurkolt ő akkor a szőke lovasnak, hogy üsse, hogy verje, hogy álljon helyette bosszút a féléves gyötrelemért. Emlékezett, mennyire azonosult ő akkor pálinkás megkínzójával. Sőt, azelőtt is hányszor kívánta a halálát. Ezért most kisé gyilkosának tudta magát. Felballagott a gesztenye soron, belépett az istállóba, és a abot hersegtető lovak kis neszein dobogásain át szinte fülével hallotta újra a csúf legyes szürke bizalmas röhögését. Leült a jászol szélére, mint régen, amikor félelemtől reszketve, de türelmesen tapasztalt orvos módjára nyugtatta, lapogatta, hogy megnyerje szeretetét, onnét bámult a lova üres állását. Gondosan kiseperték, ropogós búzaszalmával hintették fel az állást, a névtáblát is leszették már róla, a jászlat is kiürítették. Minden tiszta volt, szép volt. Készen volt minden, hogy az új lakót befogadja, mintha azelőtt sohasem áldogált volna, hogy senki. Csak a jászol, meg az állást határoló két ostorrút, fényes, kicsiszolt felülete, csak a viaszos sárgán csillogó gerendák emlékeztettek még pálinkásra, Azokhoz ő dörgölőzött, azokat ő csiszolta fényesre valamikor. Ennyi maradt utána. A gerendák fénye, semmi egyéb. Meg a sajgó hiányérzet hajdani lovasában, hogy volt egykor, de nincs már. Volt, de többé sohasem lesz. Meg az emlék. Rútságának, ragaszkodásának emléke. És igen, bűneié is, amelyek voltak éppen csak a szenvedései voltak. Hosszan, mint egy önmagában nézve bámulta mindezt a jászol szélén gubbasztó fiatalember, és szánalmában, felbuzdulásában valami különöset szeretett volna cselekedni, valami engesztelőt, hogy jóvá tegye mindazt, ami alapjában véve persze jóvá tehetetlen. Emléket szeretett volna állítani kedves lovának hogy maradjon fent legalább a neve, a híre. Minden született élő, minden ember és állat közül leginkább ő neki maradjon fent a neve. Mert sokat és sokféleképpen szenvednek mindannyian, amíg élnek. De úgy és annyit, mint ez a szerencsétlen ló, talán egyetlen sem. Ezt akarta. Ilyesmit szeretett volna a megrendült fiatalember, és képesnek is hitte magát. De hogy miképpen láthatna hozzá, arról még sejtelmesen volt. Emberbarátok. Nem láttam saját szememmel, nem voltam ott. Ez még a keleti fronton esett meg. Ugyanaz a front volt persze, amelyelől később mi is Ugyanaz a nyugatra hömpögő lángfal, amely Bergenig, Dietmarsenig, Európa nyugati partvidékéig, már-már már a világ végéig üldözött minket. Úgyhogy végül a kontinens pereméről lógathattuk lábunkat a világóceánba. Nem volt az más front. Ugyanaz volt. De akkor még keletre járt. Úgy is mondhatnám, akkor még kelet felé indult a keleti frontra, aki odaindult. Mi már nyugat felé. Akkor még előre, mi már csak hátra. Ezért is hívtak minket ironikusan nyugatosoknak. Mi voltunk a nyugati hadtest. Nem láttam saját szememmel, nem voltam ott, de a történet több változatban is eljutott hozzám szereplőit szerettem, szántam. Megpróbálom hát legjobb tudásom szerint rekonstruálni, vagy legalább lejegyezni, hogy azért nem menjen épp feledésbe. Elmondhatnám, de elmondhatatlan. Mennyi gyötrődés, szorongás, mennyi lelki és erkölcsi energia ment rá, három ember élet is ráment. Ne történt légyen mindez hiába. Maradjon nyoma legalább. Azokban a napokban történt, amikor a keleti front éppen átlépte a Kárpátokat, szóval tényleg keleten még, noha már itthoni földön. A háború rutinjába betört legénység, amely hetek és hónapok óta földre sütött szemmel gyalogolt hátrafelé, s lélektelenül tette a dolgát, most az otthon közelségétől egyszerre roppant izgatottá lett. Naponta fordultak elő a kötelességmulasztások, függelemsértések, parancsmegtagadások, sőt, végül a szökések is. Hát hogy ne? Gondoljuk csak meg, sok száz kilométeren át örökké visszavonulni. Hetekig, hónapokig szakadatlan vereségben élni. Végig szenvedni egy háborúnak nevezett hosszú lidérc nyomást, amely kezdettől fogva értelmetlen volt, és most már régóta kilátástalan is. És akkor egyszerre a szabadulás elérhető közelségébe kerülni. Ez bizony kísértésbe visz minden katonát. A közlegénytől a szakasz vezetőig mindenki zaklatott volt, ideges volt. Mindenki megpróbált olajra lépni, hazajutni, és ott civil ruhában, esetleg padlásokra, pajtákba bújva, kivárni, míg rajta is átlép a front. Mindenki így tett, vagy ezt tervezgette. A hadsereg szelleme végleges bomlással fenyegetett. Azt lehetne hinni, hogy az otthon közelsége ismét harci kedvet önt az elcsüggett katonákba. Mint egy felszítje bennük a honvédelem gondolata. Épp ellenkezőleg. 44 őszén a hazai föld inkább destruktívnak bizonyult. Sötét szívóhatás a nagyobb embervesztességgel járt a visszavonuló seregre nézve, akárhány hadműveletnél. Éppen ezért a tábori csendőrség naponta kapta a dühös dorgálásokat, parancsokat, hogy a lemorzsolódást minden eszközzel, akár presztíze árán is gátolja meg. Mit tehet a tábori csendőr? A szökési hajlam nem rajta múlik, hanem a kilátástalan háborúzáson. Okait megszüntetni nem álmódjában. Viszont a főparancsnokság mindenért őt teszi felelőssé. Ő tehát minden új szemrehányásra, új intézkedéssel reagál. A megtorlás új meg új módszereit vezeti be. Mészáról fenyegetőzik, mint egy terrorral próbálja elérni az elérhetetlent. 44 őszén például kitalálta, hogy ezentúl tulajdon körletében saját csapatával kell agyonlövetni minden szökevényt. Olyasmit remélt, hogy ez majd megfélemlíti a többieket is. Aki részt vesz saját bajtársa kivégzésében, annak majd elmegy a kedve, hogy saját bajtársaival lövesse agyon magát. Ilyesmit remélt a tábori csendőr. El kell ismerni, joggal remélte. És ha a dezertálásnak még ezzel sem sikerült elejét venni, arról ő igazán nem tehetett. Ez volt tehát a helyzet. Ilyenek voltak a rendelkezések, amikor 44. szeptemberében, egy borús, kora őszi napon valamely csendőrőrjárat fiatal katona szökevényt kísért be valamely tűzérzászlóai irodájára. Történetem legelső jelenete, amelyet nagyon jól el tudok képzelni, Noha nem voltam ott, nagyjából a következő. Hűvös, ködös, havasi reggel. Felhőt pipáló hegyoldalak. A keskeny völgy mélyén néhány parasztház. Nyomorúságos szűköcske telkek egyik végük az útra, másik a bőven párráló folyóra rúg Rajtuk lakóház, disznóól, pajta, mindez boronából. Előttük létszkerítés. A házak homlokzatát mind kékre meszelték, zsindejtetejük nyirkosan sötétik a gomolygó ködben. Az országút helyenként maga is nyirkos, helyenként azonban még száraz. És ezen az úton, mindenütt a közepén, feszesen, fegyelmezetten három katona lépked a házak felé. Eleinte csak halvány sziluettek, alig derengenek még. De aztán mind jobban kiválnak a ködből, s akkor már pontosan felmérhető kicsodák. Ketten közülük csinos, jó szabott köpenyt viselnek. Szépek daliásak. Feltűzött szuronyuk a köd ellenére messzire villog. Sapkájukon vígan leng a kakastól. A harmadik ellenben, akit ezek ketten közre fognak és szigorú arccal kísérnek, derék is elhagyta, fegyvere sincs. Gombjai mind leszakadtak, köpenye kétfelé nyílik, sapkája csáléra áll. Lépés tartva vonulnak, mintha nem volna köztük semmi különbség, pedig az ágról szakadt a csuklójánál fogva odaláncolták az egyik daliáshoz. Fegyelmezetten közelednek az úton. Habozás nélkül vágnak át nyirkos meg száraz szakaszain, úgyhogy bakancsuk egyszerre sáros is, meg poros is, dobogva, végzetszerűen jönnek, aztán megállnak a középső telek előtt, és befordulnak a nyitott kapun. A középső telken, illetve hát a rajta álló kis tornácos házban székel a zászlóaj parancsnoksága. A sötét sáros pitvarban küldönc nyújtózik, bent a tiszta szobában ügyeletes tisztbóbiskola telefon mellett. Azok ketten magabiztosan, nem sokat teketóriázva törnek rá az ügyeletesre, dübörögve, nyakukat mélyen behúzva vonulnak be az alacsony ajtón, s vonszolják magukkal a harmadikat. Oda bent szabályosan felsorakoznak, Rangidősük, mondjuk egy főtörzsőrmester kilép, tiszteleg, és értelmes katonás szóval jelenti: Főhadnagy úr, alázatosan jelentem XY szökevényt, miután a hadbíróság halára ítélte, kivégzés véget átadom alakulatának. Azzal írott parancsot, meg egy igazoló elismervényt von elő köpenyújából, és mindkettőt az asztalra ejti. Így képzelem el a történet legelső jelenetét. Így is történt bizonyára. Kik voltak ezek a katonák? Miféle zászlóaj volt ez? Fegyvernemét az imént tüzérnek mondtam, de csak azért, hogy kitűnjön, nem tudom pontosan, és egészen mindegy. Tűzér zászlóaj tudnélik nincsen, hanem csak tűzér osztály, meg tűzér ütek. Sokkal fontosabb ennél, hogy egész állományát egy azon közeli, most már nagyon is közeli erdélyi városkából, a mi kedves kis városunkból sorozták. A ténylegeseket kivéve úgy szólván mindenki odavaló volt. Mindenki mindenkit ismert, mindenki mindenkiről minden tudott, ha nem éppen atyafiságot, hát legalább jó szomszédságot tartott mindenki mindenkivel. A zászlóaj éppen ezért a féle patriarkális nagy családhoz vált hasonlatossá. A kötelező bajtársiasságon túl is összetartott. A legénységtől a tisztikarig mindenki gyűlölte, a szitta, de egyúttal segítette, óvta, fedezte is egymást. Már, ahogy kedves kisvárosunk szelleme, ezt mindenkor megkövetelte. Ebből a zászlóajból szökött meg, s próbált hazajutni tehát, saját kezűleg hamisított nyílt parancsával, XY fiatal őrvezető, minnyájuk földéje, szomszédja, jó ismerőse, akit a tábori csendőrség már szökése negyedik napján elfogott. Rövid úton halálra ítéltetett, majd őrsről őrsre kísérve szabályosan visszatoloncol csapatához. Nem tudom őt bemutatni, mert nem ismertem, soha sem láttam, noha ezek szerint földén volt én nekem is. Annál gyakrabban láttam, jobban ismertem viszont az ügyeletes tisztet, akinek most átadták, hogy agyonlövesse, hiszen Gáfi Benyámin tartalékos főhadnagy volt az, Gáfi Béni. Béni bácsi, civilben számtan tanára híres neves hajdani kollégiumban, nekem azelőtt is, azután is kedves jó akarom. Most, ahogy írás közben megidézem magas testes alakját, komoly barátságos lényét, ahogy visszaemlékszem, miként törte magát, hogy bevezesse minket az abstrakciók birodalmában. Miközben x-ek, y-ok -ok helyett császárkörtéket, lekváros palacsintákat emlegetett amint újra meg újra megjelenik előttem, például az iskola utca hársvája alatt, komótosan diskurálgatva, vagy jó ízűen rágva a rövid szárú pipáját. Hát szívem szorul el a megkésett szánalomtól, szeretettől, mert ő sincsen már, ő is oda lett, mint ahogy histórián minden szereplője réges-rég oda lett már. Ezért is vállalkozhatom megírására. Senkit sem sértek többé vele. Na, szóval a foglyot szabályszerűen átadták a zászlóai ügyeletesnek, írásos parancsot is mellékeltek hozzá. A csendőr őrmester miután így letudta kötelességét, újból tisztelgett, s várakozóan tekintett Gáfi főhadnagy úrra. Egy hivatásos katona ilyenkor persze azonnal tudta volna mi a teendő. Átvenni az írott parancsot, értesíteni az alezredest, riadót fúvatni, mielőtt a legénység bármit is megneszelhetne, s aztán haladék nélkül még a meglepetés lendületével végre hajtani az ítéletet. Egy hivatásos katona rögtön megmondta volna, hogy kár az ilyen parancsokat firtatni, halogatni, részint, mert a legüdvösebb módon mentenek fel a felelősségtől, részint, mert hiába keverednénk miattuk bonyodalmakba. Végül úgyis csak végre kell hajtani őket. Egy hivatásos mindezt azonnal tudta akkor talán még végbe is vihette volna. Béni bácsi azonban nem volt hivatásos. Még csak katona sem volt, hanem tanár. Ráadásul humanista. Egy mundérba bújtatott humanista. Egy katona helyzetbe jutott emberbarát. Hallgassák meg, kérem, mi sült ki ebből. Miután felocsúdott kábulatából, és kitörölte szeméből az álmot, nem ment könnyen, mert akkor már 23. órája volt ügyeletes, Gáfi tanár úr kerekre, mind kerekebre táguló szemmel, jeges, elborzadt, tanástalan szemmel merett a szökevényre. Hiszen ő ismeri ezt a fiút, hiszen ez neki földie, jó embere. Amióta kivezényelték a frontra, mindig együtt szolgáltak, heteken, hónapokon át együtt menekültek. Előbb szakaszberie, később már csak századberie, de mindvégig parancsnoka volt a nyomorultnak. Sőt, mintha már azelőtt is, oda-haza is ismerte volna. Hát persze, nem hogy ismerte, egyenesen tanította. Hát, ha éppen őt nem is, a bátyát egészen bizonyosan. Itt áll előtte beosztottja, volt tanítványa egy hanvasarcú gyerekember, akiről inkább gondoskodni szeretne. Ide hurcolták, hogy lövesse agyon. Fél órán belül fel kell sorakoztatni az ászlóhajat mindenkit, aki a körletben tartózkodik. Ki kell sorsolni az ítélet végrehajtóit, s közös ismerőseik, szomszédait, mondhatni a fél város szeme láttára, tüzet kell vezényelni rá. Aztán, ha valaha még hazajut, oda kell majd állnia x-ék elé, s számot adni a kedves fiúkról. De különben is kicsoda ő. Hogy jön ő ahhoz, hogy saját beosztotjai gyilkolja le? Igaz, valamikor erős esküt tett, hogy habozás nélkül végrehajt minden parancsot, és tudomásul vette a Játékszabályt is, hogy ellenkező esetben fő lövik. Csak hogy ő már akkor sem gondolta egészen komolyan ezt. És akkor még mások is voltak a rendelkezések. A régi törvényekre tett eskü nem vonatkozhat az új törvényekre. Letette az esküt, igaz, mivel hogy mindenki letette, de most már tettekre került a sor. Most már személyesen őróla van szó. Most már azt kockáztatja, hogy eltékozolja a lelkét, és közönséges hóhérrá válik. Úgy képzelem, mindez egyetlen szempillantás alatt járta meg Béni bácsi fejét, és még ugyanabban a szempillantásban el is döntötte, szó sem lehet róla ezt ő a világ minden sem teszi meg. Jól van, mondta tehát nehezen megőrzött önuralommal, miközben odafirkantotta kézjegyét az eléjet elismervényre. Jól van, a foglyot átveszem. Maguk akkor most elismerhetnek. Alázatosan jelentem, minden végrehajtásnál jelen kell lennünk. Sajnos, de ez a szabály. Béni bácsit, miután titkos szándékai így lelepleződtek, s jóformán még kialakulásuk előtt meghiúsultak, az algebra órákról ismerős vad pulyka mére el. Mégis csendesen, tiszti fölénnyel, már-már ironikusan vetette oda. Mi az őrmester? Maga nem bízik bennem. Azt mondtam lelépni. A tábori csendőr azonban rendíthetetlennek bizonyult ha lehetséges, még katonásabb vigyázban, még alázatosabban, de emberségessé árnyalt hangjában egyúttal még több fenyegetéssel oktatta ki fejje valóját. Főhadnagy úr, alázatosan kérem, ne tessék minket zavarba hozni. Parancsom van rá, a fejemmel felelek érte. Azzal csak ugyan előhalászott köpenye újjából egy újabb parancsot, és azt is nyugodtan az asztalra tette. Hogy is van ez, uramisten? Miképpen is történik ez a katonaságnál? Adva van egy tiszt, akinek a szolgálati szabályzat rendelkezése szerint minden altiszt alá van vetve. Egy fejjebb való, akinek habozás nélkül teljesíteni kell minden parancsát, mert ellenkező esetben bárkit bíróság elé állíthat és agyon lövethet. Adva van ugyanakkor egy altiszt, egy nyomorult főtörzsörmester, akit katonai eskü kötelez engedelmességre minden feljebb valója irán. De azon kívül is előmenetele, minősítése mondhatni a sorsa függ minden fölöttesétől, úgyhogy vérévé vált már a szófogadás. És ez a tiszt mégsem szerezhet érvényt szándékainak. És ez az altiszt mégsem hajtja végre feje valója parancsát. Többet mondok, mégis a fölöttes hátrál meg Alantasától, és Alantasa diktál neki. Igen mert a kötelező függelmi viszonyok mélyén egészen másfajta függelem érvényesül. A szolgálati út, a beosztás, a hatalmi pozíció rangsor alapul ott. A funkció, az elkötelezettség, a megbízhatóság hierarchiája, mondhatni a félelemé. Így állhat elő a paradox helyzet, hogy egy zöldfülű hadnagy, mihelyt parancsa van rá, nyugodtan letartóztathat bármely tábornokot még ha csak századostól kapta is azt a parancsot. Gálfi tanár úr pontosan ebben a helyzetben találta magát. Tapasztalnia kellett, mekkora erőfölényben van az, aki a felsőség pártján áll, és a rosszat akarja, még ha rangja szerint csak alárendelt is. Nehezen megőrzött önuralma végleg oda lett. Rémülten pillantott, hol a piros posgás csendőrre, hol a sápat fogóira, és szorultságában már csak annyi jutott eszébe, hogy most tehát időt kell nyerni. Ezért röviden így szólt. Jól van, akkor hát menjenek át ide a csűrbe, ott megpihenhetnek. Reggelit a konyhán vételezünk. Jobbra át, előre indulj. Azok hárman kidübörögtek a fülletszobából, szobából, borzongató hideget, ázott posztószagot hagyva maguk után. Béni bácsi egyedül maradt szorultságával időt nyerni, időt nyerni, zakatolta fejében szüntelenül, miközben öklét az asztalra ejtette, s tehetetlenül nézett maga elé. Hogy mit kell kezdeni aztán a megnyert idővel, arról még nem volt fogalma. Minden esetre, amíg idő van, van még remény is. De később, hogy öklét bámulta, és közben az időn tűnődött, önkéntelenül karórájára esett a tekintete. És akkor már tudta is, mi a teendő. Időt nyerni. Átadni a szolgálatot, hiszen már 23. órája ügyeletes. Időt nyerni. Megszabadulni ettől a pokoli kötelességtől. És azután. majd csak lesz valahogy, azután is. Béni bácsi, tehát időt nyert. Nem sokat. Mindössze másfél óra időt. És ez alatt tényleg megmentette a lelkét. De élete nyugalmát elveszítette. történet folytatása. A soros tiszt, aki reggel nyolckor pontosan jelentkezett, hogy átvegye Gáfi Benyámintól a szolgálatot, és ezzel együtt a kivégzés feladatát, nem akárki volt. Nem bizony, nem akárki, hanem eleven ember, még hozzá jó ismerős. Cseke Mihály tartalékos hadnagy, fiatalabb tanártársa, szomszédja, mondhatni legjobb barátja most, hogy első ízben írom le a nevét, hökkentő elevenséggel jelenik meg előttem Cseke tanár alakja is. Nem volt az a testes daliás férfi, mint Béni bácsi, inkább sovány és alacsony, nem azért eléggé kemény kötésű. Nem az a piros arcú, dicső, duzzadó ajkú, inkább fakó és száraz. De két szeme okosan szúrt elő bozontos szemöldökéből, s ha tanítás közben olykor valamelyikünk felbosszantotta, hát hihetetlen kifejező erővel tudta a szemébe vágni. Te hitvány! Ez a fiatal tartalékos tiszt jelentkezett, tehát pontosan nyolckor a zászlóaj parancsnokságán az ügyelet átvételére. Nem hiszem most már, hogy Béni bácsinak időhúzása közepette világos elképzelése lett volna. Kinek és hogyan adja majd tovább képtelen feladatát, és mi lesz a következménye. Ő benne bizonyára egyetlen gondolat élt. Átadni, lerázni, mindentől mielőbb megszabadulni. Most azonban, amikor tényleg lerázta, de nem ezt, azt, akárkit, nem valamely személytelen uniformist, hanem fiatal barátját látta belépni az ajtón, most végre ráébredt felelősségére. Hiszen ő hitvány volt, hiszen ő csak magára gondolt. Éppen emberbaráti finnyásságában bizonyult embertelennek. Megmentette ugyan a lelkét, de más lelke árán mentette meg. Ott járt, kopogott nála egy feladat, de ő kitért előle. Más valaki nyakába varta. Sápadtan állt fel béni bácsi az asztal mögül, és alig hallható hangon kezdte gyónását. Te, Miska, rettentő baj van, nem tudom, mit tehetünk. Semmit sem tehettek, persze. Amit egy hivatásos tiszt a játékszabályok ismeretében rögtön megmondott volna hogy kár az ilyen parancsokat fontolgatni, halogatni, mert végül úgyis csak végre kell hajtani őket. Az természetesen színigaznak bizonyul. Így aztán Cseke Mihály, noha maga is emberbarát volt, és talán még Béni bácsinál is jobban féltette a lelkét. Mindjárt szolgálata első percében szemben találta magát a feladattal, amely alul idősebb tanártársa, hogy szerencsésen kihúzta magát. Ugyanazal a feladattal, csak hogy nem ugyanolyan feltételek közt. Mert először is Cseke Mihály nem bízhatott már az időhúzásban. Egy teljes napi szolgálat állott előtte, mi alatt az alezredesnek is meg kellett érkeznie, a csendőröket is útjukra kellett bocsátani. Egy-két óra haladékot talán még nyerhetett volna, huszonnégyet már semmiképpen sem. Különben is ott volt előtte Gálfi Béni példája. Bőrén érezte, milyen az, ha valaki másra tolja a kötelességét. Nem tudott, nem is akart ugyanabba a vétekbe esni. Azután, és ez volt a fontosabb különbség kettőjük helyzete közt, Gálfi Béni még számíthatott volna a meglepetés lendületére. Ő még nehézség nélkül végrehajthatta volna feladatát. Csak hogy közben majdnem két óra telt el. A legénység nyilván réges-rég tudomást szerzett az eseményekről. Azóta nyilván egyebet sem tett, mint pusmogott, szörnyülködött, lázadozott. Amilyen zaklatott volt akkor a hadsereg hangulata. Ahogyan mindig is összetartott az a legénység, hiszen földi, szomszédja, jó ismerőse volt ott mindenki mindenkinek. Félősnek látszott, hogy mint Gáfi Béni bácsi, épp úgy közvetlen bajtársai sem lesznek majd hajlandók kezet emelni XY-ra. Szóval Cseke Miska minden úton és módon igyekezett megszabadulni feladatától. Mindenek előtt parancsnokát, egy különben eléggé jó indulatú alezredest próbálta megkörnyékezni. Vegye át a vezénylést, kérte, vagy jelöljön ki helyette valaki mást, mert ő neki roppant nehezére esik kezet emelni tulajdonbeosztottjára, akinek ráadásul jól ismeri otthon a szüleit is. Az alezredes azonban rendkívül csodálkozott. Írásos parancsaba mondta, ne féljen, nem tereli felelősség. Egészen véletlen mondta, hogy éppen ő most a napos tiszt. Nem ő cselekszik, hanem a hivatala. Soha semmiféle szemrehányás sem érheti érte. Nézd, Miska, fogta végül bizalmasabbra hangját az alezredes. Ne hitt, hogy én nem szánom azt a fiút, de hát ismerte a törvényt. Mégis megpróbált hazaszökni. Kockáztatott, hát rajta vesztett. Aki hivatalból cselekszik, nem felel érte. Ha én most helyetted más valakit jelölök ki, rögtön felelőssé teszem azt is, meg magamat is. Szóval a felsőbbség nem méltányolta a cseketanárú szempontjait. Talán nem is értette őket egészen. Akkor azt vette fontolóra, mi lenne, ha megtagadná a parancs teljesítését? Őt magát bíróság elé állítanák, és azonnal agyon lövetnék. Jól van, ezt még vállalta volna csak hogy azért persze kivégeznék XY-t is. Ha viszont kihasználná napos tiszti mi voltát, és a nagy zűrzavarban megpróbálna olajra lépni. Ha erre a végső reménytelen lépésre szánnál magát, hát 24 órán belül ugyanaz a sors várna rá is, mint XY-ra. Miközben az égvilágon senkin sem segítene. Csak miután így tisztába jött esélyeivel, és belátta, hogy nincs kibúvó, a parancs mindenképpen végrehajtódik. Cseke Miska csak is akkor látott hozzá a kivégző osztag sorsolásához. Legalábbis én így képzelem. Különös játékszabály ez a katonaságnál. Érdekes árulkodó jel. A kivégző osztagot nem jelölik ki, nem toborozzák önkéntesekből, hanem sorshúzással állítják össze. A felelősség elhárítását szolgálja ez nyilvánvalóan. Arra való, hogy személy szerint senki se érezze magát bűnösnek, bajtársa kivégzésében. Sőt, mások se tarthassák sohannak. Elképzelni sem tudom most már, hogyan ment végbe az a sorshúzás. Szerencsém, és talán fiatalságom megkímélt attól, hogy részt vegyek ilyesmiben, éppen ezért leírására sem vállalkozom. Elég az hozzá... Ott állt a zászlóhaj szépen felsorakozva, mint valami tömör emberfal, szemben a kőbánya nyirkosan sötétlő sziklafalával. Ott állt a tisztikar szépen felsorakozva a csapat előtt. Ott állt a kivégző osztag, egészen közel a természetes golyófogóhoz, pihenyben, lábhoz tett manlicherekkel, s végül ott állt Cseke Mihály is, lázasan tüzelő arccal, diderekbe, csak nem összeroskadva sorsának súlya alatt. Ott állt legelől, mint egy a cselekmény gyújtópontjában, és úgy képzelem imádkozott. Akkor a csendőrök elővezették a foglyot. Eleinte rendben ment minden. A zászlóaj bármilyen fegyelmezetlen zajos volt máskor, ezúttal piszenni sem mert. Merev arccal, tágra nyílt szemmel követték a katonák bajtársuk botladozását, sőt rángatózását a csendőrmarkok szorításában. Rettenetes nagy csend támadt csak a folyó zúgása, csobogása növekedett meg egyszerre körös körül. Akkor a foglyot odaállították a kivégző osztag elé. Neki támasztották valami kőnek, hosszasan duruzsoltak neki, meg is paskolták kisé a hátát bátorításul, hogy talpon maradjon, mert majd összeroskat rémületében. Aztán bekötötték a szemét, és magára hagyták. Cseke Mihályra került a sor. Vezényelnie kellett. Zászlóaj, vigyázz! Kivégző osztag! Puskát, válhoz! Szuronyt, szegez! Élesre tölts! Csattantak vezén magas, elcsukló hangon, ám azért eléggé szabályosan, miközben maga is elővont a szolgálati pisztolyát, és csőre töltötte, mert tudta, hogy esetleg kegyelemlövésre lesz szükség, és különben is ez a szabály. Amikor azonban szívszorítóan, kivárhatatlanul hosszú szünet után végre elszánta magát és tüzet vezényelt, pontosan az következett be, amitől eleve tartott és amit titokban talán remélt is. Tudni, nem történt semmi. Semmiféle roppanás nem remegtette meg a sziklafalat, semmilyen dörej nem hömpögött végig a völgyön meg vízhangjaival, hanem csak a folyózógás a növekedett ismét sokszorosára. A kivégző osztag megtagadta a parancs teljesítését. Illetve hát nem tagadta meg. Nem szólt ellene semmit. Éppen csak végre sem hajtotta azt. Így érkezett el Cseketanár úr élete legfontosabb pillanatához. A katonák összebeszéltek. Ezt rögtön belátta. Az alatt a másfél-két óra alatt beszéltek össze, amíg Gálfi Béni a lelkére gondolt. Megállapodtak. Talán esküt is tettek, nem kötelező kincstári esküt, hanem egészen önkénteset, hogy bármi történjen, bárhogyan essék, ők nem lőnek földiükre, komájukra, kedves jó ismerősükre. Nem csak a kivégző osztag állapodott meg ebben, hiszen annak alkalma sem lehetett összebeszélni, hanem nyilván az egész legénység. Hiába vezényelne ő most a kisorsoltak helyére másik hat katonát, parancsát azok sem hajtanák végre egy ember élete helyett így most már hét emberé forog kockán. S ha újabb hatot vezényel ki, már tizenhárom é. S ha az egész zászlóajat kivezényli, hát az egész zászlóaj hatbíróság elé kerül. Hiszen ez lázadás, hiszen ez szervezkedés, hiszen ezért tizedelés jár. Körös körül elit csapatok, csendőrök, németek őrzik a kárpáti hágót. Nem olyan súlyos még a hadi helyzet, nem olyan züllött a keleti front, nincs, nincs. Egyáltalán nincs még olyan közel a vég, hogy egy ilyen nyílt lázadást bárki is eltusolhasson. Mindez egyetlen szempillantás alatt nyargalt át Csekemiska agyán, és még ugyanabban a pillanatban el is döntötte, szó sem lehet róla. Csapatát ő a világ minden kincséért sem hagyja megtizedelni. Alig ha tudta még pontosan mi a teendő, de elhatározását már is tragikus mámor kísérte. Feszülten szemrehányóan a csendőrök szemébe nézett. Ott álltak azok, nem messze a kőgörgeléken, ott feszítettek takarosan és daliásan, mint egy a hatalom eleven megtestesítői. Magabiztosan markolták puskájuk szíját, és szintoly szúrósan, számon kérően néztek vissza Csekemiska szemébe. Nem, ez a szemjáték semmi jót sem ígért ezt a dolgot most már semmiképpen sem lehetett halogatni. Most már pillanatokon múlhatott minden. Cselekedni kellett csak ugyan. Cseke Mihály tehát valamely lénye legmélyéből fakadó ihlet parancsavára előre tolt a szolgálati pisztolya biztosítékát, odalépett a közben már térderoskat szökevényhez, és egészen szabálytalanul, de azért eléggé higgadtan, saját kezűleg homlokon lőtte. Az csak megrándult, Alázatosan lehajtott feje hátra csuklott a lövedék taszításától, aztán megint előre, és szép csendesen befordult a kövek közé. Így volt. Ez történt 44 őszén, mondjuk a Marosvölgyében. Vagy ha nem éppen ez, hát valami nagyon hasonló. A háború után abból az alakulatból igen sokan hazatértek. Cseke Mihály is, Gálfi Béni is, a szökevény jó baráta is, úgy szóval mindenki megmenekült. Hírt hoztak persze szegény X XY pusztulásáról, de a kivégzés valódi történetét soha senki sem árulta el. Felocsúdva az összebeszélés, meg a jogos, csak egy kilátástalan lázadás kábulatából, leszűrve a nagy összeomlás tapasztalatát, szóval józan, lehiggadt fővel, már mindenki belátta, hogy lehetett volna abban a helyzetben másképp is cselekedni. De okosabban, irgalmasabban, mondjuk én önzetlenebbül egyáltalán nem lehetett. Hiszen az egész zászlóaj adósa volt már akkor Cseke Mihálynak. Hiszen a hazatérők közül mindenki, de legalábbis minden tizedik ember neki köszönhette, hogy hazatért. Sem a tisztikar, sem a legénység Soha senki sem jelentette fel őt, amiért magára vette a hóérság kározatát. Cseke tanár úr önként vallotta be itthon a bűnét. Több évi börtönnel büntették érte. Gáfi Béni a főtárgyaláson arra kérte a bírót, hogy akkor hát ítéljék el őt is, mert mindez tulajdonképpen rá volt kiszabva, nála kopogtatott a feladat, csak hogy ő kitért előle, barátjára tolta, Méghozzá nem is azonos feltételek közt, úgyhogy a vádlott ő helyette tette, amit tett. Ezt kérte szegény béni bácsi a főtárgyaláson. Hihetőleg nem csak a hatás kedvéért, hanem élete nyugalma végett. Mert azért persze igen-igen derékember volt ő is. Nem ítélték el. A bíró válaszában nyíltan kimondta, hogy embert csak is tetteiért lehet elítélni. Azért, ami alól kivonta magát soha. Tulajdonképpen egyet is érthetnénk ezzel, ha mellesleg még hozzátehetnők. úgy látszik viszont jót tenni sem lehet büntetés nélkül. A sors vállalásért mindenkor fizetni kell, ami logikus is. Különben mi volna benne az érdem? Így hát Gálfi tanár úr pár évig még szabadon tanított minket idekint a hajdani kollégiumban, miközben Cseke tanár úr odabent a börtönben ült. Aztán Cseke tanár úr is kiszabadult, de pár évre rá meghalt. Aztán alázattal viselt zaklatott évek után, mi alatt valahogy türelmesebb, megbocsátóbb lett, meghalt Gáfi tanár úr is. Most már senki sem él a hajdani történet főszereplői közül, most már az egyetemes felejtés pora telepedett rá, ezért ismertem lejegyezni. Mielőtt azonban pontot tennék bajosan készülő beszámolómra, mert az az igazság, hogy roppant nehezen boldogulok mindennel, amit nem láttam saját szememmel. Úgy látszik, nem a fantáziám, hanem csak a memóriám jó. Szóval, mielőtt végképp lezárnám ezt a kéziratot, még szeretnék feltenni egy kérdést. Mindenkinek, általában a közvéleménynek, aféle ankétot szeretnék rendezni róla, tesztekkel, kérdőívekkel, hírlapi közleményekkel, már ahogy ez manapság divatozik. Kérdésem pedig a következő. Önök mit tettek volna? Mit tettek volna hajdani kedves tanárom, osztályfőnököm, jó is csekemiska helyében? Hiszen valóságos kísérleti helyzet áltott elő. Hiszen tudatosan sem lehetne annál feszültebbet, sokat mondóbbat kiagyalni. Pedig hát dehogy volt az kiagyalva. Nagyon is életbe vágott a valóság bármely pszichológusnál, írónál, moralistánál beszédesebb helyzeteket állít elő. Mit tennének önök, ha egyszer csak abban a végzetes dilemmában találnák magukat, mint egykor ez a fiatal hadnagy, s dönteniük kellene még hozzá rögtön? Egy hivatásos katona persze nagyon jól tudná, hogy ilyen helyzetben egy jottányival sem szabad többet mondani, tenni a szigorúan kötelezőnél. Mert aki többet tesz, már is felelőssé és egyúttal vétkessé válik. Egy hivatásos inkább vállalta volna a zászlóai megtizedelését, semhogy megszegi a szabályzatot. Csak hogy Csekemiska nem volt hivatásos. Még csak katona sem volt, hanem tanár. Ráadásul humanista, akinek korán sem mindegy, mikor és hányan pusztulnak el. Így vált azután háborús bűnös belőle. Mondják meg, kérem. Mit tettek volna, ha a helyében vannak? Mert én nem tudom, mit tettem volna. Lehet, hogy egészen mást, de lehet, hogy pontosan ezt. Mai eszemmel bizony már a cseketanár úr megoldását választanám, noha nem tudom, lett volna-e akkor is annyi erkölcsi és lelki erőm, hogy a helyzet minden iszonyát, veszedelmét, következményét habozás nélkül magamra vegyem. Mai eszemmel bizony így cselekednék. Mai eszem szerint tehát bűnös vagyok. Így aztán én sem tehetek jobbat, mint Béni bácsi a főtárgyaláson. Kiállok egy képzeletbeli bíró elé. Önök elé, kedves barátaim, s minél pósztalanabbul, de azért minél messze ezt mondom neki. Ami történt, Miattam helyettem történt. Mindezt én cselekedtem. Inkább ülök pár évet, semhogy bajtársaimat engedtem volna megtizedelni. Alázatosan kérem, ítéljenek el! kutyás német. Lovaink remekül bírták. Most derült csak ki, milyen szívósak, igénytelenek, milyen igazi jó katonalovak ezek a kis kócos pejek, bozontos szürkék, márványló feketék. Még külsejüket sem érhette kifogás, hisz tulajdonképpen félvér volt valamennyi. A magyar parasztló, meg az angol telivér sokszoros keresztezése. Szemre is pompásan megállták a helyüket, mondom, hát még tulajdonságra, Tapasztalatból állíthatom, a legszerencsésebben egyesült bennük ennek a két igen távoli, s homlok egyenest ellenkező célra kitenyésztett fajtának minden értékes vonása. Angol részről a rendkívüli erő, becsvágy és önuralom, magyar részről az épp oly rendkívüli türelem, igénytelenség és, vagyis mondjam csak, fatalista sorsvállalás. Igaz, most az ezer kilométeres téli menet során nem annyira főnemesi, mint inkább jobbágy származásuknak vehették hasznát. Ezer kilométeren át vonakodás nélkül cipeltek minket a hóban, a szélben, az írtózatos télben, és sohasem dőlt ki, még csak lesem sántult közülük egyetlen sem. A víztulánál vételezett gyönyörű, sárga osztrajszerek, ezek a jól megtermett fajtiszta junkeri vadékok, akikkel feltöltöttük állományunkat, harmadnap már csak támolyogtak. Csapzott szőrükre a napsütéses déli órákban csapatostól ültek ki a tetvek. Némelyiket ott helyben az árokparton lőttük agyon, hogy ne hátráltassa a menekülést. A mi rusztikus félvéreinken hetek múlva sem látszott jele a kimerülésnek. Pedig hát ünnepnek számított, amikor legalább zapszalmát tudtunk adni nekik, és napi 30-35 kilométeres menetelések után legtöbbször a szabad ég alatt háltak. Sohasem felejtem, a nagy visszavonulás második napján egy csendes, középkorias, ráadásul mesebelien behavazott kisvárosban, amelyet akkor Krónénak hívtak, lengyel nevének bizony azóta sem néztem utána, Istálló hián a templom kerítéséhez kötöztük szegényeket. Le is pokrócoztuk persze mindegyiket, rájuk is csatoltuk a pokrócot hevederrel, de mindezt anélkül, hogy egyetlen marék szénát vethettünk volna nekik. Így vonultunk el aztán pihenni, valamely törött ablakú tornaterembe, épp csak két-három főnyi őrséget hagyva a téren. Január közepe volt, nagy hó, erős fagy, irtózatos szél. A lovaknak ilyenkor az a szokásuk, hogy farral fordulnak a szélnek, hajszápontosan pontosan beállnak, mint valami szélkakasok, mint egy saját testük szélárnyékába húzódnak. Ezt most nem tehették meg, mivel hogy ki voltak kötve de a nagy igyekezetben, topogásban, főrángatásban, hogy mégiscsak beálljanak, lecsúszott róluk a pokróc. Ügyetlen gondoskodásunkkal arra ítéltük őket, hogy áltó helyükben megfagyjanak. Ők tehát semmibe vették az őrség marasztalását, hevesen hátrálva, olykortán fenékre is ülve, rendre eltépték száraikat. Egy helyütt még a templomkerítés vasláncát is leszakították, és szertelajzottak a négy égtáj felé. Reggel, amikor előkecmeregtünk a tornateremből, vad lázálom, különös lidérc nyomás fogadott minket. Egy gyönyörű, vastagon behavazott középkori város, teristele lóval. Egy hófehér mesevilág teristele szanaszét vágtázó, nyihogó nyerítő sárgákkal, pejekkel, feketékkel. Ameddig csak elláttunk a térről, mindenütt ott nyargaláztak. A legtávolabbi utcákon, a dombra kapaszkodó legszűkebb sikátoron is meg, vagy majd ismét nekirugaszkodó ló látomások villantak át. Nyereg és pokróc nélkül, meredek nyakkal, párafelhőket fújva, szépen, szabadon. Úgy bizony, vöröses barna, fekete, sárga lovak a havas tetejű, gerendavázos meseházak közt, makulátlanul fehér hó alapon, mint valami metszeten, mint valami képen. Lovaink remekül bírták. Mi csak alig. Már a legelső héten krónikus hasmars vett erőt mindannyiunkon. Általában a gyomrunkkal bajlódtunk legtöbbet az egész nagy menet során. Fehér fülünket, lila orrunkat, feketére fagyott talpunkat szinte már észre sem vettük. A fagyás úgy látszik önmagát érzésteleníti. De a hasunk keservesen kínzott. Az bizony szüntelenül ment és csikart hónapokig, a koszt volt ebben a ludas, nyilvánvalóan a koszt. Mert mögöttünk nem jött már senki. Mi voltunk a legutolsók. Rendes katonai ellátásról, vételezésről szó sem lehetett. Azon éltünk, amit szerezni tudtunk innen-onnan. Ki tudja honnan, kiürült falvakból, elhagyott messzi anyákról. Mit tudtunk szerezni? Főleg disznókat, malacokat. Apró jószágát egyetlen menekülő gazda sem hajthatta magával. Emlékszem, a menet harmadik napján, a nagy lengyel kellős közepén, valamely elhagyott régi tanyán foglaltunk szállást. Erre a messzi tanyára, úgy látszik, megkésve jutott el a varsói áttörés híre, gazdái csak a bőrüket menekíthették már. Semmiüket, a legértékesebb lábas sem vihették magukkal. Apró termetű, fekete tarka tehenek bőgtek a pajtában tucat szám, meszteleneknek látszó rózsaszín disznók sivalkodtak az olban, az éjségtől persze, mi pedig irgalmatlanul lemészároltuk a kondát, kizavartuk állásaiból a teheneket, hogy magunknak élelmet, lovainknak istállót biztosíthassunk. Szegény nyomorult marhák egész éjszaka csapatostól futkostak fel alá az udvaron, a hóban, a szélben, a szörnyű hidegben, akár csak előző éjjel króne főterén a lovaink. Csak hogy ezek ráadásul még zajongtak is. Egész éjszaka hangosan, keservesen bőgtek. Szakadatlan ostrom alatt tartották lelkiismeretünket. Nem hagytak elaludni. A disznók viszont mélyen hallgattak, mert haladék nélkül még aznap este leültük őket. Pisztolyjal lőttük a valamennyit lámpavilágnál. Egészen közelről céloztunk, pontosan a szemük közé. Fel is fordultak rögtön, nem is nyikkantak azon túl. Felbontottuk, kitakarítottuk, aztán nyakig véresen, sietősen szánokra raktuk a tetemeket. Reggel, miután fáradtan felkecmeregtünk, és elővezettük a lovakat, úgyhogy a marhák boldogan visszatódulhattak állásaikba. Miután felnyergeltünk, megreggeliztünk, és már éppen indultunk volna, reggel a kiózanító világosságban egyszerre nyilvánvaló lett, hiába raktunk meg három nagy szántalpat gőzölgő hússal, semmit sem tudunk belőle magunkkal vinni. Nincs hozzá lovunk. No, azért egyetlen szánt mégiscsak magunkkal vittünk. Akadtak talán, akik a cél érdekében, és arra számítva, hogy ők majd magán a szánon utaznak, önként átadták hátasukat, vagy talán átrendezték a málhát a szekereken. Elég az hozzá, amikor reggel nyolc óra tájt végre kivonultunk a négyszögletes tanya udvarról, egy hússal rogyásig megrakott szán haladt előttünk. Sosem felejtem a képet. Nagy rózsaszín hósivatag körös körül. Nagy rózsaszín hajnal az égen. Hátul az udvaron vérrel kevert, kásásra tiport nagy rózsaszín hó, mint valami csatatéren. Elől az úton pedig egy tűzvörös hússal megrakott szántalp. Még mindig csöpögött róla, apró piros gyöngyökké fagyott mögötte a vér. Ezt a disznóhúst tettük aztán hetekig. Eleinte még rendben is ment a dolog. Pár napig még krumplit is tudtunk szerezni hozzá, és a szakácsok pompás gulyásokat főztek belőle. De egy-kettőre felfaltuk így a disznók javát, és aztán már csak a zsírjukon éltünk. Én ettem életemben rossz ízű ételeket, de olyan undorítót, mint a kockára vágott, hólében megfőzött zsírnak való, amelynek épp csak egy kevés paprikával adták meg a színét, ilyen undorítót azóta sem ettem. Nem csoda hát, hogy már a legelső héten krónikus hasmenés vett erőt mindannyiunkon. Ez nem csak magában volt baj. Nem csak azért, mert meggyötört, elkínzott, kimerített, és pedig pontosan akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna életerünkre, hanem mert igen gyakran el is kellett maradnunk miatta az úton. Már pedig az elvesztődés, a kiválás a kötelékből, vagy ahogy röviden hívtuk, a lemaradás ott és akkor, a legfőbb rémünk volt, akár a vándormadaraknak. A lehető legnagyobb veszedelem volt, amit csak elképzelhettünk. Maga a romlás volt, maga a vég. Mögöttünk nem jött már senki. Mi voltunk a legutolsók. Aki lemaradt tőlünk, az soha többé nem talált vissza csapatához. Annak soha senki nem sietett többé segítségére. Arra a nagy, ködös, hósivatag várt, az éjszaka, a 30 fokos szörnyű hideg várt. Szóval a megfagyás, meg az éhenveszés, vagy legjobb esetben a hadifogság. Csak hogy nem lehetett tudni, utolérik-e még idejében az oroszok, s ha utolérik, ráérnek-e segíteni rajta. Észreveszik-e egyáltalán? Amikor legelőször maradtam el így, a hadsmenés sürgető parancsavára, módon volt kitapasztalni a lemaradottság minden iszonyát. Váratlanul tört rám a roham. Kialakult gyakorlatunk sem volt még ezen a téren, így hát egyszerűen leugrottam a lóról, átadtam a szárát Porobszkinak, hogy vezesse, még érte jövök. Még önmegtagadóan bártam is egy keveset, a szemérem végett, és amikor a csapat kisé már odébb vonult, egy behavazott útszéli sürgőnyoszlop alatt nyugodtan elvégeztem a dolgom. Aztán rendbehoztam magamat, és indultam a század után. De hol volt már akkor a század? Távoli kötfolt volt a szemhatár lilaködében. Elenyésző kis mozgás, csendes vonulás valahol a nagy kerek pusztaság szélén. Szinte észre sem vehettem volna, ha nem mutatnak arra a patanyomok. Azonnal felfogtam, mi vár reám. Iszonyú pánikba estem, megiramodtam, teljes erőmből rohantam, hogy utolérjem a csapatot. Miközben már pontosan tudtam, kár az erőfeszítésért. Minden igyekvés hiába való. Mert a lovak még csak elboldogultak valahogy a méteres hóban. Magasra emelték hosszú, meredek lábuk, és így még csak haladtak valahogyan. De az embernek úgy kellett gázolnia benne, mintha deréki kásában járna, mintha csak hóeke volna. Ezt legfeljebb 20-30 méteren át lehetett tüdővel bírni. És még akkor is épp csak követni a távolság ködébe vesző lovas csapatot, nemhogy megközelíteni, vagy utolérni. húsz 30 méter után csak ugyan a légszomitól lihegve, tetőtől talpig verejtékezve buktam a hóba. Azzal átadtam magam, hogy na, most pihenek egyet, és aztán majd futok tovább. De már éreztem is, hogyan hűl ki, hogyan fagy meg rajtam pillanatok alatt a veríték, hogyan szúr fölhevült tüdőmbe a jeges levegő. Feladtam már a küzdelmet. Beláttam már, hogy hiába bíztam. Sőt, hiába éltem, mert itt van a vég. Befelé csukló zokogással sírtam ezen. Amikor valami utolért, valaki mégiscsak talpra állított engem. A húsos szánért utol. A fogatosok rángattak talpra. Nyugodtan gyalogolhattam immár, a számba fogódzva, a nem is olyan távoli szállás felé. Ezen túl tehát valahányszor ránk jött a szükség, mindig ketten maradtunk le a csapattól. Egyik a lovakat fogta, a másik végezte a dolgát. De a vállalkozás még így is kockázatos volt. Egy például megint lemaradtam, kettesben Porobszkival, Ám a roham ezúttal olyan hevesnek bizonyult, hogy amint lóról szálltomban jobb lábamat átemeltem volna a nyergen, már meg is történt a baj. Uramisten, mit tegyek most már? Hisz mégsem válthatok fehér neműt itt, a derékigérő hóban. De csak nem kell levetnem csizmát nadrágot, hogy aztán a gatyát is lehajíthassam alóluk. Én tehát kirángattam tokjából befagyott szuronyomat, körös körül lenyiszáltam magamról a szégyenletes alsó nadrágot és így, gatya nélkül, de megkönnyebbülten szállhattam vissza a lóra. Mindez persze időbe került. Mire végeztem ötletes manőveremmel, a század ismét csak messzire járt. Lőn nagy édelem és viharos vágta a hóban. és még így sem értük volna utol a csapatot, előbb kidőltek volna a lovaink, ha azok ott elől nem vesznek észre, és nem várnak be minket. Sok ilyen eset után arra a konklúzióra jutottam, hogy legjobb ilyenkor egyszerűen lovon maradni, szótlanul, férfiasan viselni a bajt. Így nyilatkoztam másoknak is. És ha másoknak adtam, hát meg is fogadtam ezt a tanácsot, mert, bocsánattal szólva, inkább lovagoljon az ember pár órát saját mocskában, sem hogy végképp oda vesszen. Amikor azt mondom, mögöttünk nem jött már senki, úgy értem, senki a visszavonulók, a menekülők közül, senki a magyarok vagy a németek soraiból. Mert az oroszok természetesen mindenütt mögöttünk jártak. Nyomunkba szegődtek, semmiképpen sem hagyták magukat túlságosan megelőzni. Ha egyik nap sikerült egérutat nyernünk, másnap megint értek. Lidérc nyomásos éjféli riadókra emlékszem, amikor hóviharban, szurok sötétben azonnal nyergelni és indulni kellett, mert a szomszéd faluban már ott lövöldöztek a páncélosaik. Csak azt nem tudom, kire, mire lőttek hiszen a polgári lakosság, kényszerítve vagy önkéntesen, az utolsó lélekig elmenekült már. A megvert seregben pedig tényleg mi voltunk a legutolsók. Szokatlan hideg, különösen nagy hó volt azon a télen. Irdatlan fehér sivatagban jártunk mindvégig. Sehol egy domb, egy erdő, sehol egy fa legalább. Csak a sürgönyoszlopok sötét sora, meg a tanyák távoli ködös sziluettje. Nem lakott már azokban senki. Sehol egy lélek az egész vidéken, sehol egy ürge, egy varjú. Valósággal kísérteties volt tíz és száz kilométereket lovagolni, anélkül, hogy eleven lényel találkozzék az emberfia. Csak a holtak szaporodtak napról napra az úton. A holtak, akiket eddig még nem említettem, pedig amióta kiértünk a Stetini útra, mindenütt mellettük lovagoltunk el. Ott feküdtek hanyat vagy hasmánt a hóban. Némelyik kisé már behavazva, némelyik még nem. Ott hevertek mindenfelé, tíz-tizenöt lépésre a sánctól, megrendítően, némán, feketén. Minél inkább előre haladtunk, annál több halottat láttunk. Nem győztük számolni, s még a lóhát biztonságos magasságából is megbabonázottan bámulni őket, mert akadtak közöttünk szerencsések, akik halottat sem láttak még addig. Honnét kerültek ide az útszére ezek a holtak, elgondolni sem tudtuk. Talán a front elől menekülő civil lakosság szekér karaványaitól maradtak el. Tán csak a gyomrukkal bajlódtak, csak a dolgukat akarták elvégezni ők is, és aztán nem tudták utolérni a távolodó menetet. Akárkik voltak, végeredményben mi magunk voltunk, személyes mementóként, pontosan, képszerűen jelenítették meg, a lemaradás veszedelmét. Német katonával a visszavonulás hetedik napján találkoztunk legelőször. Dombosabb vidékre érkeztünk, az út kanyarogni kezdett, néhol már járhatóbb is lett. Ott ült a katona egy veszteglő motorbicikli nyergén az útkanyarban, és nyugodtan cigarettázott. Roham sisaki alatt kötött fülvédőt viselt, mellén keresztbe vetett géppisztoly lógott, sötétzöld egyenruhájat, tiszta volt, rendes. Rétkásan pöfögő cündapjára oldalkocsi helyett ügyes kis pulpitust, a féle deszkapallót szereltek. És ezen a pallón egy csodálatosan szép farkas kutya ült. Ember és kutya szép egyetértésben, egy azon motoron. Kivált, hogy az ember nyakában még fegyver is lógott. Egészen békebeli, vadászias benyomást tett. Mi lovas emberek, akiknek szintén mélységes közünk volt az állatvilághoz, méltányolni tudtuk kölcsönös hűségüket. A német figyelmesen, de korán sem tapintatlanul számba vett minket. Azután, mihely tovább haladtunk, elhajította a cigarettáját, szakértelemmel megtúráztatta motorját, és a méhó ellenére szélsebesen megelőzött. A gyönyörű, hamvas-szürke kutya mindvégig fegyelmezetten ült pulpitusán. Induláskor, sebességváltáskor hátra sem lódult. Óriási gyakorlata lehetett már a motorozásban. Elviharzott, mondom a német, alakja szemlátomás gyugorodott, majd eltűnt a kanyarban kutyástul, mi pedig csendesen ügettünk tovább a napfényben szikrázó dombok között. Egy zöld zöldbekecses férfi volt estével találkoztunk még aznap. Arcra bukva feküdt a behavazott szántáson, eléggé messze 20-25 lépésre az úttól. Szétvetett lábán a vadonatúj bagaria csizma, hogy is mondjam, csak szembeütően fölöslegesnek látszott. Az oroszok ismét veszedelmesen megközelítettek, csak nem a sarkunkra hágtak. S mi nekünk lovasoknak is ugyancsak sietnünk kellett, hogy elénk ne kerüljenek. Más teremtett lélekkel nem is találkoztunk már aznap. kutyás német történetének folytatása. Este felé egy nagyobb bacska falu iskolájában foglaltunk szállást. Kivételesen a lovaknak is meleg és táló jutott. Úgy tetszett azonban, elaludni sem volt még időnk, már is riadóztattak. Kapkodva nyergeltünk, lóhalálában indultunk, már nem is az úton, hanem toronyiránt északnyugatnak, hogy megspóroljuk a kanyarokat, és az utakon előnyomuló páncélos égek veszedelmét is kikerüljük. Azon az éjszakán 14 órát ültünk gyerekben, és 45 kilométert lovagoltunk. Nyáron semmi, de télen a csánkig és szügyig érő hóban rettenetes sok. Kivált, hogy közben mindenek tetejében még vihar is kerekedett. Jobb felől fújt a szél, örökké jobbról. Ezt most már holtom napjáig sem felejtem el. Valahányszor megváltozik az idő, a jobb oldalamat szaggató idegfájdalmak mindig eszembe juttatják azt a keletről fúvó szelet. Hajnalban elült a szél. Apró, eleven fényű csillagok vibráltak a kiborotválkozott égen. Hideg, de verőfényes nap ígérkezett. Mihelyt annyira virrat, hogy aggodalmasan hátratekintve megállapíthattuk. Senki sem mozog a látóhatáron. Az oroszok ezen az éjszakán maguk is elakadtak. Mihelyt feljött a nap, s mi jégpáncélunkból még ki sem olvadva, ismét kimerészkedtünk az útra, kísérteties menetet értünk utol. Százan, százhuszan lehettek. Nők, férfiak, öregek, fiatalok vegyesen. Egyik téli kabátban, a másik csak mellényben, ingben. Némelyik csizmában, a másik lábra tekert rongyokban, mondhatni mezítláb. De mindegyik halálosan kimerülten, csontra fogyva, a milyenkhez hasonló darapáncélba fagyva. Így támolyogtak az országú teljes szélességében, nyolcas sorokban, ki tudja honnét, ki tudja hová. Nyilvánvaló volt, egész éjjel gyalogoltak. Magunk is megtapasztaltuk, és elgondolnunk is iszonyú volt, mit állhattak ki a hóvial idején. Mentek, szédelektek, küszködve vonultak a hóban. Őreik, holmi életunt német népfölkelők közt, akik semmivel sem látszottak kevésbé elgyötörtnek, s mi megdöbbenésünkben és szégyenünkben tovább gyötörve amúgy is elgyötört lovainkat. Széles ívben, sebes vágtában kerültük ki menetüket. Mondhat akárki, amit akar. Nem, igazán nem, álmunkban sem hittük, hogy ilyesmi előfordulhat. Azt sem sejtettük, ma sem tudom, kik lehettek a kárhozottak. Orosz partizánok-e, felkelő lengyelek vagy egyszerűen zsidók minden további nélkül. Nem tudtam, ma sem tudom. De annyit már akkor világosan láttam. Mielőbb meg kell feledkeznem róluk, ha élni akarok egyáltalán. Így hát az útmenti halottak titka lelepleződött. Semmi közük nem volt azoknak a polgári menekülőkhöz, hiszen most eszméltünk csak rá, a szekér karavánok, de még a szekér nyomok is réges rég eltűntek az útról. Hanem a kísértet menetből hulltak ki nyilvánvalóan. Abból dőltek ki, nem tudván elviselni az elviselhetetlent. Attól maradtak, elbuktak a hóba, s fagytak meg, ahogyan mi is megfagytunk volna, ha lemaradunk. De hát miért mennek, miért nem szélednek el? Tűnődtem fent a nyerekben hátra tekintve az útra, amelyen nem sokára nekik is jönnie kellett, miért nem rajzanak szét mindjárt a legelső falu szélén szemberöhögve őreiket? Rosszabb, mint a halál, úgysem érheti őket, az pedig őrájuk amúgy is kimondatott már reménykednek még? Azt hiszik, hogy aki erején, képességein túl is kitart, megmenekülhet? Ennyire ne látnák át helyzetüket, ennyire makacs volna bennük az egyetemes emberi önáltatás. Képesek itt az útszélen, lassú kínok közt pusztulni el, csak hogy elkerüljék az emberhez méltó, önkéntes, fájdalommentes, csak persze azonnali és biztos halált. Hogy is van ez, Uramisten? Ilyen szívós némelyek lelkében a bizalom, meg az engedelmesség. Ilyen iszonyatos hatalom mások kezében a fegyver. Minden erőmmel igyekeztem megfeledkezni róluk, de hát feledhetjük-e a feledhetetlent? Ettől kezdve különben is nap mint nap eszünkbe juttatták magukat. Másnap csak délben indultunk útnak, mert az oroszok a hóvihar idején jócskán lemaradtak. Kedves lovainknak pedig feltétlenül pihenni kellett. Amint rátértünk az országútra, már is megpillantottuk halottaikat. Meg annyi fekete buckát a fehér havon. Akadtak nehezebb útszakaszok, ahol minden 20-25 sürgönyoszlopra jutott belőlük egy. Kevéssel utóbb a kísértett menetet is utolértük. Most már csak mintegy ötvenen voltak. Az átgyalogolt éjszaka folyamán több, mint a felük elhult. Amikor megint kikerültük menetüket, most már valamivel lassúbb vágtában, a szűkebb körívben, hallatlan botrány esett meg. Palkovics kicsatolta nyeregtáskáját, s vastartalékjából, amelyhez csömör hasmenés ellenére mindvégig tilos volt nyúlni, két csomag kétszer sültet dobott a foglyok közé. A cvibakot azonnal elkobozták az őrök. Palkovicsot saját parancsnokságunk dolgálta meg le is fokozták, kikötéssel is fenyegették. Ezt a pokoli büntetést azonban sohasem hajtották végre, mert alig ha akadt közöttünk, a tiszteket is beleértve, aki legalább szíven mélyén ne helyeselte volna cselekedetét. Legfeljebb azon bánkódtunk, hogy ő megmertett tenni, amire mi gondolni sem mertünk. Így tehát maga mentette meg, igaz, hogy kevés haszonnal, nem is a világ, csak a foglyok szemében. Mit is mentett meg? Mondjuk talán így, századunk becsületét. A kísértet menetet a visszavonulás tizedik napján harmadszor is utolértük. Amivel mi nappal eléjük vágtunk, ők azt éjszaka megint behozták. Nem volt pihenésük, éjjel-nappal meneteltek. Már csak húszan harmincan maradtak. Az őrség határozott többségbe került. Alig, hogy megpillantottuk őket, a kutyás német is előkerült. Hátulról érkezett, barátságosan intett, ránk is mosolygott, de aztán havat éles kanyarral előzött. Kutyája alig tudott megmaradni pulpitusán. Nyűszítve egyensúlyozott a motorbiciklin a gyönyörű állat, erőteljes, hamvas szürke testéről csak úgy sugárzott a helytálló igyekezet. Az út azon a helyen, félkörben, óriási kanyarral ereszkedik alá a dombról. Felülről nézve két-három kilométeres szakaszát is be lehet látni így lettünk tanúi annak a jelenetnek, amelyet csak úgy nem felejtek el holtom napjáig, mint a jobb oldalamat kínzó ideg fájdalmat. Messze lent, a kanyar túlsó szárán tehát feltűnt a kísértet menet. Hátulról, vadkanyarodással a német előzött minket. A két csapat között a lankás mező azonban nem volt üres. Eléggé közel a csendesen vászorgó fogoly szállítmányhoz, nagyjából a kanyar öblében, valaki ült a havon. Nem volt már fehér kísértet. Sötét kabátját régesrég kiolvasztotta a darakérgéből a nap. Alakja a fametszetek élességével rajzolódott ki a hóban. Ernyetten, magába ült az út peremén. Nő volt-e vagy férfi, ilyen messziről nem lehetett látni, csak annyit, hogy ember. A motorkerékpár farolva száguldott végig a kanyaron, aztán mihelyt a lemaradt sötét kabátos elé ért, hófelhőt túrva gyorsan megállt. A kutya ki is lendült egyensúlyából, de azonnal visszaugrott a polcra. Mozdulatlanul ült ott, szinte szoborrá változott bűntudatában. Leszállt a motorról a német, odalépett az üldögélőhöz, és beszédes kézmozdulattal intett neki, hogy álljon fel gyorsan. Nagy nehezen felállt. Akkor hivatalos, merev, de épp oly beszédes gesztusokkal magyarázott neki valamit, és újból intett, hogy nyomás előre. A sötét kabátos megpróbált elindulni, de alig pár méter után elakadt. Nyilvánvaló volt, hogy egy lépés sem tud többé tenni. Ingadozva állt az út közepén, mintha berúgott volna. Az is szemmel látható erőfeszítésébe került, hogy egyáltalán talpon maradjon. A német akkor rövidet füttyentett, és a kutya, aki eddig moccanás nélkül figyelte a jelenetet, a pompás, rugalmas, erőteljes parkas kutya egyszerre mozgásba jött. Viharos, tértölelő ugrásokkal a tántorgó sötét kabátosra vetette magát. Hörögve, fogát vicsorítva támadt rá, csak nem felborította. A sötét kabátos arcát védve hátrált előle pár lépést, de az árkon már nem tudott átmenekülni, ott ismét leállt. Bármely motoros megítélhette, kár vele vesződni, ez már sosem indul meg, nincs benne üzemanyag. A német tehát megragadta a géppisztolyát, s nyakából ki sem akasztva, oda sem nézve, közvetlen közelről, rövid, ugató sorozatot lőtt a lemaradottba. Az megpördült sarka körül, majd hosszan csendesen, mint valami lassított filmen, az útszéli árokba dőlt. Kutya és gazdája odalépett, meggyőződött pusztulásáról, aztán visszaült egyik a nyerekbe, a másik a polcra, és elrobogtak a távolodó kísértet után. Mi a domb tetejéről figyeltük a jelenetet. A század vezényszó nélkül az országút szélére tódult, mint egy lovas sorfalat állt a hóban kibontakozó tragédiához. Hát szóval ilyen az, amikor valaki nem bírja tovább. Hasított belém a felismerés. Ez a módja a kötelékből való lemaradásnak. Így teremnek a holtak, akikkel napok óta úton-utfélen találkozunk. Nem az éjszaka, nem a fagy, nem a vérzőtüdő, hanem ez az egy szál értelmes arcú, Jól öltözött német termeli őket példáson fegyelmezett juhászabével. Miért teszi? Miért? Hiszen emberek azok, nem állatok. Hiszen nyugodtan otthagyhatná őket Isten számára, a fagynak, a télnek, a sarkunkra hágó oroszoknak. Leghátul vagyunk, utánunk nem jön már senki. Ő azonban kitart. Stán viszonyogva de lelkiismeretesen minden esetben megteszi kötelességét. Parancsra teszi? Kétség kívül. Nincs az a hóhér, aki puszta élvezetből gyilkolna meg efféle rokkantakat, akiket az éjség, a fagy, a végkimerülés amúgy is halára szánt. Utasításra teszi ez nyilvánvaló. Meghagyták neki, hogy habozás nélkül, még menekültében lőjön agyon minden szökevényt. Márpedig nem csak az minősül szökevénynek, aki elhagyja kötelékét. Hanem az is, akit köteléke, hogy el. De hogyan teheti mégis, hiszen mögöttünk senki sem jön már. Rajta kívül senki sincsen már, aki érvény szerezzen az utasításnak. Nyilván esküdtett valamikor, talán még gyermekkorában, hogy bármit végrehajt, amit fölöttesei megparancsolnak. És most csak ugyan végre is hajtja, még a ha halálos bűn is, még ha ellenőrizni sem lehet soha. Miért gyilkol a német? értelmes állat létére miért mészárolja le értelmetlenül a lemaradókat? Miért vállalkozik hóhér munkára, holott nyugodtan félrenézhetne, mögötte senki sem jön már? Végig pillantottam a völgyön, végig a szakaszon, és mint valami váratlanul kigyúló lámpa hasított belém a felismerés. De is nem jön? Mi jövünk, utolsók. Legutolsók vagyunk a megvert seregben, utánunk nem jön már senki. De ő utánuk még jön valaki. Mi jövünk, s ha nappal meg is előzzük őket, éjszaka ismét lemaradunk. A németnek tanúi vannak, nem kegyelmezhet. Ugyanazért hagyja végre utasítását, amiért minden katona mindig is végrehajtotta. Nem a fegyelem, nem a kötelesség, még csak nem is az engedelmesség hanem mindenek előtt a félelem kényszeríti hóhérkodásra. Mi kényszerítjük rá, puszta jelenlétünkkel. Épp úgy tart tőlünk, mint fogjai tőle. Épp úgy az életét menti, ahogy fogjai is. Mert mindenki fél valakitől, mert mindenkitől fél valaki, mert egyetlen nagy félelem, egyetemes rettegés fogja és markolja össze ezt a szomorú földet és vigyázzon, aki ítélni próbál. Nehogy végül önmagát ítélje el. Nem állítom, hogy mindezt már akkor szó szerint végig gondoltam, hiszen csak most több mint harminc év több rengése nyomán tudtam így megfogalmazni, de valamiféle viszolygó érzés, amiben már az önvád is jócskán jelen volt, valamely kiállhatatlanul émeítő csömör és undor, igenis már akkor úrrá lett rajtam. Ott álltam bajtársaim közt a domb tetején, fülemben még a géppisztoly kattogásával, ott álltam lovasorfalat a távolban kibontakozó tragédiához, és tetőtől talpig dideregtem a felindulástól. Aztán a német elrobogott, mi pedig néma egyetértésben, sebes vágtában vágtuk át a kanyart, hogy ne kelljen elhaladnunk az áldozat mellett. Magam sem tudtam, mire készülök másnap. Reggel indulás előtt félrevonultam a pajta mögé, és dugva, minél kisebb zajt ütve, csőre töltöttem a karabélyom. Kitűnően belőtt, 35 mintájú mauzerem volt, remekül hordott, nem igen szoktam elvéteni vele a célt. Halkan csőre töltöttem, gondosan biztosítottam, ha megkérdik miért, csak annyit mondhattam volna, nagyon is veszélyes már a világ, jobb így, és minden eshetőségre. A kísértett menetet mindjárt a falu széléről megpillantottuk. Alig 12 lehettek. A fölös számú őrség most már kettessével vette körül, tömör, zárt négyszögben kísérte lépteiket. Kínos lassúsággal haladt, imbolygott a lidérces négyszög a ködben, az úzmarad ízbe öltözött táviró leszakadt ívei mentén, tőlünk jó másfél kilométerre. Ezek szerint hiába menetelnek egész éjszaka, pihenés nélkül, nem lesznek képesek lovainkat még egyszer utol érni, tűnődtem el. Ma véglegesen megelőzzük, és soha többé nem látjuk őket. Ebben a pillanatban megláttuk a németet is. Az útkanyarban veszteglő motorbicikli nyergében ült és cigarettázott. Kutyája szobor mereven feszített pulpitusán. Amint ellovagoltunk előtte, kedvesen felmosolygott ránk, és beszédes kézmozdulattal köszöntött minket. Én akkor a menetosztop ellenkező oldalán kiváltam a sorból. Rövid szárral fogtam vissza kedves lovamat, és bajlódva ráérősen kibújtam a puska szíjából, mintha csak lemaradni készülnék, hogy elvégezzem a dolgom. Megszokott jelenet volt ez, nem szúrhatott szemet, kivált így reggel, hiszen nem mindenki, és nem éppen mindig volt hajlandó egész állónap saját mocskában lovagolni. Végre sikerült lehámoznom magamról a fegyvert. Ekkor azonban nem szálltam le a lóról, mint várhatták volna, hanem a lehető legszilárdabban megültem rajta. Észrevétlenül elfordítottam a karabé biztosítékát, és mihelyt a harmadik szakasz is elhaladt, és szabaddá vált előttem a tér, négy méterről nyugodtan, nyíltan a kutyás német arcába lőttem. Emlékeztem, hogyan mészároltuk le kevéssel előbb a kimerült oszprájszereket, még azelőtt a tanyasi malacokat. Pontosan oda, a szemek közé céloztam most is. Láttam, a feje darabokra szakadt, csak nem felrobbant a rohamsisakban. Aztán már nem tudtam, nem láttam semmit, mert amilyen gyorsan kedves lovamtól kitelt, visszavágtáztam az elhagyott faluba, a viharosan előnyomuló, olykor már sarkunkra hágó seregelé egyetlen egyszer pillantottam csak hátra a falu széléről. Senki sem követett. Nem igaz. Nem így volt. Tízszer is, százszor is elterveztem. Órák hosszát ábrándoztam róla. Nappal a nyerekben, éjjel az iskolapadlón vagy az istáló szalmán. De megtenni sohasem mertem. A valóságban félelemtől szűkölve, lesütött szemmel lovagoltam el a kutyás német előtt. Mint a többiek is. A valóságban pirulva, elszorult szívvel előztem meg az őrök komor négyszögébe zárt néhány kísértetett ahogy a többiek is. Jó darabig csukott szemmel lovagoltam, hátra sem néztem, hogy soha többé ne lássam őket. És hogy örökké lássam. Füstök. Füstök a lengyelségságon, füstök a tenger felett, füstök a túlon, Hessenben, Poroszországban. Hanvasan lengő vagy feketén gomolygó füstök, füstök, amelyek nyurga minaretekként egyenest törnek az égre. Mások, amelyeket egy bizonyos magasságban elkap, derékszögben megtör, s vízszintesen sodor tovább a szél. Az elfogadott, vagy visszautasított áldozat füstjei, a téboly füstjei. Hol és hányféle füstöt nem láttunk mi Európában? Nyugodtan kocogunk lóháton a koratavaszban, valahol poroszvidéken, szép fenyőerdők, tündöklő tavak között. A horizont mögül egyszer csak előront egy repülőgép tüzet nyit az erdőírtásnak átszázott szomszédos repülőtérre, és a földön veszteglő gépekből már is feltör a füst. Akkor az erdő sarkából megszólal egy nehéz géppuska, egy firling, ügyesen befogja a nyomjelző lövedékei hálózatába, és a támadó musztáng már is tűzcsóvát vetve zuhan az útra, ahol még órákig füstöl. Morajt hallunk éjszaka, mintha csak távoli mennydörgés volna, mintha csak álom, és reggelre kelve, tömör füstoszlop magastik szombathely, Frankfurt, ám Oder vagy Hamburg fölött. Kilovaglunk Bitgoszcsból, a szomszédos dombról búcsúzásképpen még visszatekintünk, de a város helyén már csak pernyekering. Mennyi füstöt láttunk, Uramisten, hányféle füstöt? Mindegyiket tudatos emberi szándék okozta. Mindegyik emberkéz alkotta értékekből csapott fel, és mindegyik emberhússal is megtöltekezett bizonyára. Életem legszörnyűbb füstje azonban Bergemben fogadott. Ezer kilométert lovagoltunk mi, hogy Bitgoszcsból Bergembe jussunk. Ezer kilométert a hóban, a szélben, a szörnyű hidegben, pontosan ezret, miközben az oroszok déli irányban olykor százzal, kétszázzal is megelőztek, úgyhogy mi éjszakra, mindig éjszakra húztunk. És amikor már arra sem mehettünk tovább, mert utunkat állta a tenger, végül az Odera torkolat szigetein át csusszantunk ki offenzívájuk szorításából. Valóságos csoda volt, amit parancsnokságunk végbevitt akkor. Valóságos mesterműve a menekülésnek a visszavonulás évezredes gyakorlatára, mondhatni hagyományára volt ahhoz szükség. Senkinek. A világ legképzettebb tisztikarának sem sikerült volna, ami nekünk sikerült. Ezer kilométert lovagoltunk, mindvégig halálos veszedelemben, hogy Bitgostból Bergenig jussunk. Itt aztán enyhe tavasz, szép korszerű tábor, kényelmes laktanya élet fogadott kényelmes laktanya élet, és persze örökös légi veszély. Naponta kétszer-háromszor is megszólaltak ott a szirénák, legalább egyszer éjszaka is, és mi nekünk csapot, papot, melegágyat odahagyva, mindannyiszor ki kellett rohannunk a saját kezűleg ásott lövészgödrökbe, valamely fiatal nyíres átszázó lombja alá, nehogy az, ami elől ezer kilométeren át, hogy mesterien menekültünk, éppen Bergenben érjen utol. Ott, a lövészgödör mélyén kuporogva ötlött szemünkbe az a bizonyos füst is, amelynél irtóztatóbbat sohasem láttam. Sűrű, fekete füst volt, mintha valamely lelőtt nehéz bombázó okátta ok volna, vagy valamely bomba találat, csak hogy ez napokig, hetekig ömlött. Sehogy sem akart elülni. Ahányszor megszólalt a sziréna, s mi kivonultunk a lövészgödrökhöz, mindig ott lenged gomolygott. Nem pillanatnyilag, nem történetesen, állandóan éghetett ott valami. Méghozzá nem is túlságosan távol. Katonai távcsővel nézve, holmi drótkerítések tűntek fel arra felé, holmi őrtornyok, baraktetők. Azok mögül ömlött gomolygott a füst, dühösen és feketén. Egy esős éjszaka aztán... Amikor különösen soká áztunk, diderektünk odakint a hűvös, leszorult levegőben, a szaga is eljutott hozzánk. A rettentő füstszag. Nincs arra emberi szó, milyen büdös volt, milyen ocsmány és rémületes. Másodpercek alatt felkavarta a gyomrunk, leküzdhetetlen menekülési reflexet váltott ki zsigereinkben, úgyhogy futni szerettünk volna, rohanni, elinnét minél messzebbre, bárhova, csak ezt a szagot ne kelljen érezni többé. Nem tudtuk, mi az, miből fakad fel, miképpen árthat. Csak azt éreztük, hogy árt, hogy veszélyes, hogy magát a poklot jelenti, mint egy légköre annak. És mielőbb, minél messzebbre kell kerülni tőle. Talán valami vegyőzem működik ott, tűnődtem el, miközben két kézzel markoltam az orrom, úgyhogy ezentúl a nyelvemmel, a szájüregemmel éreztem a bűzt, talán újfajta gázzal kísérleteznek. Annyi szó esett már a győzelemről, új fegyverekről, most, hogy közel a vég, s nyíltan feladták a hadiokot, ki tudja, talán bevetnek ilyesmit is. Ennyi szél támadt, másfelé terelte a füstöt, vagy tán a riadót fújták le végül, elég az hozzá, nem sokára ágyba kerültünk. Másnap követtem el aztán életem legnagyobb otrombaságát. Már korai délelőtt légi riadót fújtak, és nekünk megint ki kellett vonulnunk fedezékünkbe. Nem is tudom, mikor dolgoztak a munkások akkoriban, ha már a katonák is naphosszat óvóhelyükön koporogtak. Kint ácsorogtunk, témferegtünk, tehát a rügyező nyírek alatt, ugyanott, ahol kevéssel előbb beteltünk a dögletes bűzzel. Olyan távoli volt most az emlék, mintha csak álmunkban éreztük volna, de mert a heringrajok aznap úgy látszik más irányt vettek, s csend honolt mindenfelé, hát távolabbra is elmerészkedtünk. Én például néhányat magammal kicsellenktem a táboron kívül a betonútig. A betonúton kísérteties menet vonult. Ezrivel jöttek. Az út egész belátható hosszán, teljes szélességében. Férfiak, nők, öregek, fiatalok vegyesen. Lézengve, kimerülten, halotti soványon jöttek. Egyforma fekete csíkos daróc ruhában, holland fapapucsban, vagy éppen mezítláb. Két oldalt álmos, de szuronyos népfelkelőkkel. Hiszen nem lett volna ez számunkra szokatlan látvány. Megéltünk mi már e félét. Lengyelországban a télen négy teljes napig lovagoltunk egy ilyen kísértetmenet menet után, úgyhogy csak nem belebetegedtünk a szánalomba, felháborodásba. Most persze meleg tavasz járt. Ezek közül, legalábbis a szemünk láttára, senki sem hult el. De menetük csak annál megrendítőbb volt. Mert ezek viszont megszólítottak. Né, magyarok! Hangzott fel valahonnét a sorból egy meglepett, szinte örvendező hang, s már is odatódultak, már is körülvettek minket, nem hajtva a népfelkelőkre, legalább tízen-tizenöten. Kicsodák maguk, hová valók? Tudakolták cseppet sem elfogadottan, sőt, némi fölénnyel. Hadapród iskolások, vásárhelyi kadétok. Ez kissé kedvüket szekte, de azért mind szorosabban, tömörebben álltak körül. Hát maguk kicsodák. Deportáltak vagyunk mi, kérem. Kassáról hatvanból hoztak el minket az őszön. Nem emlékszem, miről beszélgettünk. Milyen szavakat váltottunk még akkor? Túlságosan jelentősek alig, ha lehettek. De ami a következő pillanatban történt, arra már holtomig visszaemlékszem. Ott álltunk, ketten vagy hárman, fes katonácskák, mind szorosabb és, minek tagadnám, egyre bűzösebb embergyűrűbe fogva, ott diskuráltunk, cigarettáztunk, Kisé már meg is rettenve tolakvásuktól, de azért eléggé fesztelenül. Én még csak a 16. évemet töltöttem akkor, ám a dohányzásra már régen rászoktam. Szívtam vizén, ha volt mit. Szerettem elnézni a füstjét, soha ki nem esett a bagó a számból. Most éppen végére jutottam cigarettámnak, a csikjét tehát, nehogy valakit eltaláljon közülük, magas, óvatos ívben messzire elhajítottam. És ők abban a szempillantásban rábetődtek a csikre rugalmas, elszánt mozdulattal vetették magukat a guruló szivar vég után. Szebbnél szebb robinzonádokat produkáltak, mint valami futballkapusok, ami annál váratlanabb volt, mert az imént még jártányi erőt sem lehetett róluk feltételezni. Egyetlen szempillantás alatt ott birkóztak, hemperektek, marakodtak mindnyájan a földön. Minnyájan, kivétel nélkül. Igazán restellem a hasonlatot, de semmire sem emlékeztettek jobban, mint egy összedőlt rögbi kupacra. Engem első pillantásra szinte felháborított az a látvány. Szóval emiatt vettek körül. Ezért tolakodtak, örültek. Ennek szólt az egész érdeklődésük, a csiknek, nem pedig mondjuk a hazai szónak. De aztán felmértem lassan, milyen óriási inség bírhat rá, meglett, és valamikor bizonyára önérzetes férfiakat eféle naív dulakodásra. Milyen hallatlan nélkülözés bújhat meg emögött. És bosszúságom helyét akkor már megint a szánalom foglalta el. Rosszul mondom, nem is a szánalom, hanem a megrendültség, meg a szégyen. Hogy itt álltam köztük teljes öt percig, itt beszélgettem, cigarettáztam, de eszembe sem jutott megkínálni őket holott minden jól nevelt ember legelőször is ezt tette volna. Még csak jól neveltek sem kell ahhoz lenni, elég, ha valaki ember. Nem gondoltam, no, nem tudtam, hogy dohányosok. Amilyen kísérteti és soványak voltak, meg sem fordult a fejemben, hogy talán ők is kívánják a füstöt. Megszégyenülten tukmáltam rá a kárvallottakra egész doboz cigarettámat, miközben tisztán éreztem, ez bizony már semmit helyre nem üt. Ilyen kegyet gyakoroltam éppen velük, amikor újabb szégyen ért engem. A díszes dobozban, amelyet engesztelésképpen nagy lelkűnek szánt szerény mosolyjal nyújtottam át, a dobozban, mondom, már csak egyetlen cigaretta alapult. Nem három, nem kettő, mindössze egy. És ők ezért az egyetlen egyért is hálásak voltak. Micsoda tébolya ez a pedantériának, Uram Isten! Micsoda átka egy népnek! Kiadja a főparancsnokság az utasítást, hogy a front frontövezetet mindenütt ki kell üríteni, és akkor ők tényleg az utolsó szögig kiürítik. Lelkiismeretesen elhordják azt is, ami fölösleges, ami csak terhükre van. Így hajtották el 45 telén tavaszán a közelgő frontok elől például a koncentrációs táborokat. Így terelték össze rabjaikat mind szűkebb és szűkebb területre, teljesen esztelenül. Mert hiszen felhasználni sem, élelmezni sem tudták már őket. Régóta recseget ropogott minden Németországban. Mindenkin erőt vett már ott a világvég hideglelése. Elszélettek lassan a harcoló csapatok is. De az országutak még mindig eleven közlekedési akadályokkal. Óriási tömegben felaláhajtott, s már alig deportáltakkal voltak tele. Egy ilyen útra kelt munkatáborral találkoztunk mi Bergenben akkor hosszan, rendetlenül, kínos lassúsággal vonult a menet az út menti nyárfák alatt. Tízezer lábon csoszogott, távolodott. Kitartó lidérsz nyomásként lebegett még egy darabig a horizonton, s tűnt el végül látókörünkből, pontosan ott, ahol az a távoli füstoszlop lengett. És ahogy eltűnt, ahogy már csak a füst látszott azon a helyen, ahogy szegény nyomorultak, mint egy belevesztek a füstbe, hát én bennem egyszerre különös vízió támadt. Különös vízió, rettentő bal Mintha csak ugyan szó szerint abba a távoli, de talán nem is olyan távoli füstbe gyalogoltak volna bele. Mintha tényleg belőlük táplálkoznék az a füst. Azért olyan fekete, azért olyan ocsmányul, émeitően büdös. Azért juttatta eszünkbe mindjárt a poklot, mert csak ugyan tűzön égő emberi testekből tör fel az elviselhetetlenül súlyos és terhes szag, ami az éjjel eljutott hozzánk, s fuldokló menekülési reflexet váltott kis igereinkben, akár a szúnyogokból a pipafüst, a hosszan és tömegesen égő emberhús bőze. És ez szó szerint így volt. Mint később megtudtuk, nem kísérleti laboratórium, nem is mérges gázokat gyártó vegyi üzem, hanem régi és nevezetes koncentrációs tábor működött ott a füst irányában, ahol mi katonai távcsővel is csak holmi kerítéseket, baraktetőket tudtunk kivenni. Nyílt mágján égették ott a halottakat. Állandóan lobogó mágján, egy sor hasápa, egy sor halott. Reggeltől estig és estétől reggelig égették heteken át, és még így sem győzték elégetni égetni mindet mert közben újabb meg újabb tömegeket tereltek oda a közelgő frontok elől, és azokat mind éhen pusztultak, azokat szintén el kellett hambasztani. Csak ugyan állandó jelleggel égett ott valami. Mi égtünk. Esendő, bűzlő, rothadó emberhús égett. A katonai tábornak, ahol mi laktunk, Bergenbej Celle volt a neve. A másik tábort, amely messziről, bár nem nagyon messziről odarém lett, Bergen hívták. És én saját szememmel láttam annak a püstjét, noha nem éppen közelről, amint hogy szerencsére az ellenfüstöket is csak messziről láttam. Mert voltak ott ellenfüstök. Voltak bizony. Nem lenne méltányos hallgatni róluk. Nagy, hamvas viharfelhőként gomolyogtak itt is, amott is a kerek horizonton. Milliók otthona, kezeműve és húsa szállott az égre azokban is. Jól tudtunk róluk, hiszen nevük is volt, mint manapság a forgószeleknek. Úgy hívták őket Essen, Köln, Dortmund, Hamburg, Düsseldorf, Münster. Távolról láttam csak ezeket az óriási füstoszlopokat, de aztán be is jártam nem egy vidéket, ahol azelőtt lenktek. Két irányban is végigutaztam például a Rúron, egyszer vonaton, másszor teherautóval, de egyebet, mint téglát nem láttam ott. Európa legnagyobb városi agglomerációja, legsűrűbben lakott iparvidéke, egyetlen téglamező lett. Tíz és száz kilométereket utaztam én ott, de az egész vidéken egyetlen lakóházat sem láttam. Egyet sem. Véletlenül sem. Illetve hát, hogy ne hazudjam, Egyetlen épház mégiscsak feltűnt egyszer a téglamezőn. Nem tudom pontosan, Düsseldorfban-e, de jól emlékszem még. Anyagából és környezetéből pontosan meg tudtuk ítélni a rendeltetését. Vasból épült, üszkös fatörzsek kiszáradtó medrek között állt, nyilvánvalóan állatketrec volt. Egyetlen ház, a majomház maradt ott éppen, valamely elnéptelenedett állatkert mélyén, más minden füsté vált téglává omlott. Öntött vas oszlopok, drótháló, bádok tető. Jól, nagyon jól emlékszem még rá. Úgy tartom számon, mint egy egészen képtelen eszme, tudnélik a kollektív bűnhődés szimbólumát. Füstök a lengyelsíksága, füstök a tenger felett. Füstök a Dunántúlon, Bergenben, Poroszországban. Hanvasan lengő vagy feketén gomolygó füstök. Füstök, amelyek nyurga minaretekként egyenest törnek az égre. Mások, amelyeket egy bizonyos magasságban elkap, derékszögben megtörs, vízszintesen sodor tovább a szél. Az elfogadott, meg a visszautasított áldozat füstjei. A téboly füstjei. Hányféle füstöt nem láttunk mi egykor? A füst bement Európában. A szerencse. Nem tudom, személy szerint kinek az agyából pattant ki az ötlet. Akkor még nem voltam olyan tapasztalt. Ma már nem emlékszem olyan jól a szakaszra, hogy eldönthessem, melyikünktől telt ki ilyesmi. Szó sem lehet arról, hogy fel tudnám idézni a pillanatot, amikor elhangzott a különös, zseniális, ám első hallásra még csak játékosnak tűnő javaslat. De lélektani genezisét, mélységét, indokoltságát, mind máig nagyon jól értem. Mert először is végtelenül sok időnk volt. Ott éltünk szamárpuszta kellős közepén, a kétszeres szöges drótkerítéssel, őrökkel, őrtornyokkal körülvett fogolytáborban, amelyet még a németek létesítettek kifejezetten erre a célra, de később a háború végén már csak a kolbásztöltőnek használtak, Eleven embereket tömtek beléje előről, s hátul foszladozó holtestek jöttek ki rajta. Nem bántottak ők senkit, csak a létszámra vigyáztak, csak a holtak megürült helyét töltötték fel mindig elevenekkel. A bejárattal szemben emelt emlékoszlop háromnyelvű felirata szerint ezek közül sajátos módon épp csak a német hiányzott. 70 ezer szövetséges hadifoglyot daráltattak meg így a tifusszal. Ott éltünk ugyanazokban az odúkban, amelyekben kevéssel előbb meghalt az a rengeteg ember. Ott a hevenyészve rendbehozott, éppen csak fertőtlenített, vörös és fekete barakkok mélyén, az egyik róka vörösre rozsdázott hullámbádokból épült, a másik fenyődeszkából kátránytetővel. Ott éltünk Ézul helydében, vagyis Szamárpusztán, a vonalzóval kirajzolt, lapos, saktáblaszerű barakvilágban, hatodik hónapja immár és egyáltalán semmi dolgunk sem volt. Egész állónap unatkoztunk, heverésztünk. Az étkezés, még ha szándékosan húztuk-halogattuk, sem igénybe tíz percnél többet. Az emeletes plitsek bevetése, az öltözködés, legfeljebb ötöt. Ott lett volna még az ételhordás, a kondérok kisikálása, a sepregetés, de mindezt csak a napos végezte. Két hét is beletelt, míg az ember a napos szolgálatban még egyszer sorra került. Számítsunk még ehhez, sokat mondok. Öt percet sorbanállásra az ebédosztásnál, az összesen húsz perc. Húsz percünk volt foglalt a napból. Mindössze húsz. Húsz percig akadt némi gépies tennivalónk. A fennmaradó 1420-at gyötrelmes semmit tevéssel töltöttük el. Elképesztő mi mindent agyaltunk ki, hogy ezt a rengeteg üres időt mégiscsak kitöltsük valahogyan. Nem a hadifoglyok közszokásos ábrándozásokra gondolok itt mindenféle jó falatokról, nem is a meddő vitákra, vége nincs kárcsacsatákra, hanem céltudatosan megszervezett időtöltő akcióinkra, mint például a skótok felhergelése. Ugyanis skótok őriztek minket. Nos, ezek a skótok, ezek a nemzeti látszat függetlenségüket fitoktató operett katonák, akiket már kockás, folklorisztikus ruhájuk miatt sem lehetett egészen komolyan venni, ezek a bolondos, röhelyes kótok egyáltalán nem hazottolták meg a hírük. Fukarok voltak a végtelenségig. Többször megesett, hogy utolsó kincsünkért, a végső szorultság esetére félretett óránkért, töltőtollunkért egyszerűen nem fizették meg a kialkudott árat. Oké, okay, vigyorogtak át színikusan a drótkerítésen, és bojtos barettyüket hátra pöt szintre vágták zsebre a bizalommal kihajított órát is, meg azt a néhány pak cigarettát is, amelyet be kellett volna haigálniok ok érte. Nincs nyomorultabb csaló, mint ki nyomorultakat csal meg. El sem tudom mondani, hányszor éltek vissza bizalmunkkal, szorultságunkkal, szegénységünkkel. Nem csoda hát? hogy legkedvesebb időtöltésünk épp az ő hergelésük lett. Két sor sűrű szöges drót vette körül a tábort. Azokon kívül némi szabadtér maradt üresen, folyosóképpen az őrjáratoknak, azon is túl kezdődött aztán az aknamező. Gondosan álcázott riasztóaknák lapultak ott a homokban. Inkább csak fényükkel, mint sem romboló erejükkel hatottak. Mihelyt valaki drótjukba botlott, nagy mennyörgés és magnéziumfény, valóságos tűzi játék tört ki belőlük. Mi tehát mindenféle rossz madzagokból hosszú kötelet toldoztunk össze, egyik végére súlyos vaskampót kötöttünk, a másikat lecsövekeltük. és megvártuk az alkonyt. Mihelyt elég sötét lett, hogy a tüzijáték a homálybe vesző nagy pusztaságon kellőképp érvényesüljön, kötelénél fogva jól megpörgettük fejünk fölött a vasat, és a lendület erejével, mint valami sorhorgot, átdobtuk a két kerítésen át a semleges zónán, messze ki az aknamezőre. És akkor, a kötél lecövekelt végénél fogva, elkezdtük bevonni a kampót. Soha sem esett meg, hogy horgunk ne akadjon bele valamelyik akna botlasztójába, és akkor rips és rops és pudiribum, fürrepesztő, dörej, észbontó, vakító, félelmetes lánynyelv csapott a magasba, mint valami fordított villámcsapás. Bevilágította a pusztát, a tábort, a felhőkaját, az őrtornyokat, és már is felüvöltöttek a szirénák, kigyúltak a fények, jajgattak az önindítók. A katonai riadók zűrzavarával telt meg az éj. Homokfelhőt kavaró lánctalpas járőrkocsik érkeztek vészesen berregve csikorogva, fel alá reflektorokkal. Aztán megjöttek a járőrök is. Húsz, ötven, száz skót loholt a helyszínre, némelyik ingben gatyában, lélek káromkodva futkostak a szöges drót mentén, meg az aknamezőn túl, hogy elfogják és visszatoloncolják a feltételezett szökevényt. Mi pedig ott áldogáltunk százával a dróton belül, és hangosan röhögtük őket. Soha még olyan tehetetlen, könnyekig elkeseredett embereket. Máig csodálom, hogy nem lőttek közénk dühükben. Lehetett volna. Lehettek volna bizony akár áldozatai is ennek a gyakran ismételt gyermekes szórakozásnak. Mégsem tudtunk lemondani róla, mert ismétlem, halálosan fontos volt számunkra cselekményessé tenni, kitölteni valahogyan az üres időt. Ha nem történt semmi, hát tettünk róla, hogy mégis történjen. Ha történt valami, hát azt a lehetőségek szélső határáig nyújtottuk, tágítottuk, hogy magát az időt viszont megrövidítsük. Ez lett volna tehát az első és legfontosabb lelki oka annak a különös ötletnek, amelyről már szóltam, de amelyet egyenőre még nem nevezek meg. Az inspiráció másik forrása, amennyire meg tudom ítélni, sok hajnalban nyúló kártyacsatánk volt. Ezekre is az üres idő kényszerített rá természetesen. De aztán visszájukra fordultak, megbosszulták magukat, kisajátították nappalainkat és éjszakáinkat, és végül már pihenni sem hagytak. A kép, amely legmélyebben vésődött belém a szamárpusztai kártyacsatákról, úgyhogy bármelyik pillanatban fel tudom idézni, sőt maga magától is felidéződik, egy verejtékező homlok. Tessék elképzelni valamely sötét szobát az éjszaka kellős közepén, alig derengő asztallal, paddal, kilenc, sorba állított emeletes priccsel. Tessék elképzelni két egymás mellé tolt emeletes pricc földszintjét, ezt az alacsony, nyomasztó, koporsószerű odút, amelyben felülni is alig lehet. Tessék elképzelni ebben a kétszeresen sötét kripta odúban egy pislogó gyertyát, házi gyártmányú fagyú gyertyáról van szó, amelyet saját anyagával ragasztottak egy felfordított vödörfenekére, és a gyertya körül 7-8 oldalvást porgó vagy törökülésben görnyedező sötét alakot, amin zsúfoltan, titokzatosan, fantasztikus árnyakat vetve mocorog hajladozik. Ez a memóriámban mélyen bevésődött nyirkos bőrfelület, amelyet már sosem felejtek, s becsvágyam, hogy más se felejtse, ez a hökkentő elevenséggel és plaszticitással felidézhető homlok a kejszricusé volt. Ő ült középen, ő adta a bankot. Amikor ennyire izzadni kezdett, sok ezer márka, két-három emeletes ház ára volt éppen a bankban. Nem állítom persze, hogy valóban meg is lehetett volna venni a házakat azon a pénzen, hisz odabent a táborban a márkának nem volt értéke, hanem csak a kenyérnek meg a cigarettának, de odakint, a dróton kívül, igenis vagyont ért. Mondhatni az egész tábor banki készlete, aggályosan kifizetett több havi zsolja, ott tornyosult már lazakupacban kupacban ricus előtt. Másfél napja szakadatlanul gyűlt a halom. 36 órája szaporodott és növekedett. Azóta tartott egyfolytában a harc, és nem tudott vége szakadni. Mert ricus nyert örökké nyert. Ördöngősen, varázslatosan nyert. Ha a többiek 19 mutattak fel, ő legalább 20 -at. Ha amazok 20 ő neki 21 jött be. Sőt, ha épp 21-et gyűjtöttek össze alsókból, hetesekből, hát ő habozás nélkül kivágta a két ázt. Úgy szólván, csak is ászokat tízeseket osztott magának. Úgy szólván, csak is magának osztotta az ászokat tízeseket, pedig hát nem csalt. Ezzel nem is vádolta senki úgy kevert, úgy emeltetett, osztott, hogy pontosan megfigyelhető legyen minden mozdulata, és mégis nyert. Érthetetlenül minden valószínűséget, minden statisztikai törvényt meghazudtolva nyert, 36 órája immár, mint akihez egyszer s mindenkorra hozzászegődött, mint akihez feleségül is ment már a szerencse. feleségül -e? Hiszen az volt a legkülönösebb, hogy miközben ilyen óriási szerencsével játszott, ugyanakkor valósággal üldözte a balsors. Újra meg újra megkétszerezte a bankját, és óráról órára nyomorultabb lett, mert hiába tornyosult előtte az írtózatos bank, soha sem tudta lefölözni. 21-et játszottunk mindig. Ebben a játékban az a szabály, hogy a bankár csak akkor vághatja a zsebre nyereségét, csak is akkor veheti ki a felgyűlt bankból a pénzt, akkor fölözhet, a hetest oszt magának, vagy alsót. Hát ezért lepte el akkor Kejszricus homlokát a veríték. Másfél napig küzdött, hogy lefölözhesse a bankját, és meggazdagodjék, és ezzel, mint egy holtáig megalapozza a jövőjét, másfél napig gusztált végig nem szűnő reményen minden lapot, amit magának osztott, és másfél napig minden alkalommal csalódnia kellett. Tízesek jöttek, és ászok, alsó vagy hetes soha. Bevallotta utólag, hogy végül már azt sem bánta volna, ha valakinek sikerül elnyernie a bankját, csak abba hagyhassa a harcot és lefeküdhessen. Ha reggel felé dühös robajjal ránk nem törnek a skótok, s mellünknek szegezve géppisztolyukat, és még eközben is folyton rágogumit rágva, el nem kobozzák szegény ricustól a pénzt. Tám ma is ott ülnénk és huszonegyeznénk. Hiszen tudtuk mi jól, nem egyszer tapasztalhattuk, hogy némelyeknek minden sikerül, amibe csak belefognak de ezt inkább ügyességüknek, gátlástalanságuknak, életismeretüknek, szóval személyiségüknek és az abból következő sorsnak tulajdonítottuk. Tudtuk, hogy mások viszont minden dolgukban kudarcot vallanak, mivel hogy kriplik. Most azonban be kellett látnunk, hogy egyáltalán nem a személyes tulajdonságok, nem az ügyetlenség vagy ügyesség, nem az érdemtelenség vagy érdem, hanem igenis kizárólag a szerencse az, aminek az emberfia élete sikerét vagy nyomorúságát köszönheti. S ráadásul mindkettő egyszerre is utolérheti az emberfiát. Szerencse és pech ugyanaz is lehet. Egyetlen kártyalap két oldala. Egy azon lapjárás két jelentése. Belátásom szerint ez lett a második, nem kevésbé fontos lelki oka annak a furcsa ötletnek, amelyet kétszer is említettem már, de amelyet még mindig nem nevezek meg. Az inspiráció harmadik forrása minden bizonyal a kenyérosztás volt. Hatodik hónapja éheztünk már akkor. Hatodik hónapja csak a gyomrunkra, csak arra a bizonyos sivár emésztő hiányérzetre gondoltunk reggeltől estig. Amit a skótok adni tudtak, az az éhenhaláshoz sok volt ugyan, de az élethez édes kevés. 1100 kalóriát kaptunk naponta, legalábbis papíroson, tehát annak hiány, amit a szállítók, szakácsok, raktárosok nap mint nap elloptak belőle. 1100 kalóriát, tehát egy csajka keserű pótkábét reggelire, egy csajka levest ebédre, káposzta, krumplit, tök, karaláb és némi buris fordult elő benne, másfél a margarint vacsorára. Ellátásunk valódi tétele azonban a naponta szabályosan kiosztott harmincdek a kenyér volt. Tulajdonképpen ezen éltünk. Lehetett a csajkaleves sűrűbb vagy hígabb, lehetett a margarinkocka nagyobb vagy kisebb. Kenyerünket darabszámra osztották. Azt pontosan megkaptuk mindig, abból ellopni nem lehetett. Elmondhatatlan, mit jelentett számunkra ez a darab kenyér. Ha olykor lemondtunk róla, mert teszem föl, kiukatta a bakancsunk, talpas flekket kellett tétetni rá, vagy elvásott az ingünk, s másikat kellett szerezni, cigaretta hiá mindez csak kenyérrel fizethettük meg. Szóval, ha az emberi tartásunk véget, olykor meg kellett válnunk kenyerünktől, Hát aznap részünkről már szó sem lehetett másról, mint elgyöngült heverészésről a pricsen, és vége nincs ábrándozásról. Egy-egy ilyen pricsén heverésző, kenyérben szűkölködő társunk pár perc alatt képes volt a képzelgés hagymázába dönteni, úgy szólván az egész barakot. Mint valami misztikus keleti varázsigék, mint valami mozgósító jelszavak csattantak fel ilyenkor egymás után az ételnevek. Sorra mindegyikünk bemondta maga javaslatát, a többiek pedig befelenéző szemmel képzelték maguk elé az ételt, idézték meg ízeit, illatait, még hatán azelőtt nem is ettek olyasmit. Irtózatosan éheztünk akkor. Minden kincsünk, életünk egyetlen biztosítéka, az a darabocska kenyér volt. Senki se képzeljen persze valami pompás, friss, ropogós kenyeret. Ilyesmi legfeljebb ábrányjainkban fordult elő. Napokig raktározott, közönséges, fekete komiszkenyér volt. Kemény és száraz, olykor bizony ragacsos is, formájára nézve pontosan olyan, mint két egymásra helyezett tégla amint hogy a reményeiben csalatkozott német nép, amely már régóta ugyaneztette, valóban Hitler téglának nevezte el. Hiába sütötték azonban a Hitler tégláját szegletes alakúra, mégsem volt könnyű elosztani. Gondolják meg, kérem, ez a kenyér volt ellátásunk egyetlen valódi tétele. Ez tartott lábon, ezen éltünk. Mennyire fontos lehetett számunkra, hogy pontosan kapjuk meg belőle a részünk. Nem csak úgy, ahogy nem csak nagyjából pontosan, hanem hiánytalanul, gramra és milliméterre. De a sütés geometriája sohasem lehetett egészen pontos. A tészta mindig kidagadt kisé a téglaformából, teteje denivel állódott, szélei leggömbölyödtek. Nem volt mód elkerülni, hogy elosztáskor némi különbségek is adódjanak. Ezért Ézl helydében a következő szokás alakult ki. Öten kaptunk Öt felé kellett vágnunk egy másfél kilós kenyeret. Mi tehát ötös csoportokat alakítottunk, és ezek mind végig megmaradtak, úgy szóval sejtjei lettek a tábor életnek. A csoport önmagán belül pontos és kötelező sorrendet állapított meg. Egyik nap nagy Miki a kenyeret, másnap együd, harmadnap monostori, és így tovább. Ugyanebben a pontos és kötelező sorrendben választottunk aztán az ötfelé vágott kenyérből, de figyelmet kérek, mert ez volt a szokásban a legszebb, mindig az osztó választott utoljára. Illetve hát nem is választott, hisz mire sorra került, éppen kifogytak az alternatívák, azzal kellett beérnie, ami megmaradt, amire senki sem tartott igényt. Így aztán a választás terén sem került hátrányba senki, és az osztó is rákényszerült, hogy pontosan, minél pontosabban, a lehető legpontosabban végezze a dolgát, hogy minden képességét latba betve igyekezzék halálosan egyenlő adagokat vágni, mert ha csak egy is akadt a többinél kisebb, az biztosan neki jutott. Az osztó választ utoljára. Ez a nyelvileg talán kifogásolható, de egyszerű, evidens, ősi alapelv, Salamon király alapelve teremtette meg Ézlőhelydében az igen kívánatos tábori békét és egyenlőséget. Ebben az egyszerű formulában olvat össze minálunk a közösségi meg a személyes érdek. A féle bölcsek kövének bizonyult ez az elv. Mindenki azt hihette közülünk, hogy önzetlen és becsületes, miközben csak magára gondolt. Mindenki elismerhette, hogy önző, miközben csak becsületes volt. A közösség szerkezete mindenkor meghatározza erkölcseit. Teremts olyan világot, amelyben a csalás, a törtetés, a hazudozás érvényesül, és másnap már mindenki gaz lesz. Teremts olyat, ahol a becsület juttat előnyhöz, és másnap már mindenki becsületes. Mi a szerencse című történet folytatása? Az osztó választ utoljára. Belátásom szerint ez az igen szép, nemes, világos, demokratikus alapelv lett a harmadik, épp olyan fontos lelki oka annak a furcsa ötletnek, amelyre most már harmadszor hivatkozom, és amelyet ennyi céltudatos várakoztatás és késleltetés után illenék végre meg is neveznem. De előbb még el kell mondanom, mi volt a kérdés tulajdonképpen? A skótok, a naponta kiröhögött és felhergelt skótok, ezek a gumirágó, pepita szoknyás operett katonák, akiknek a nagy győzelem után nyakukba szakadt egész Westfália gondja, ők látták el a lakosságot, a sok ezer hadifoglyot, a hadsereget, ami hitvány, derék skótjaink, úgy látszik, becsületesen vállalni akarták a győzelem minden következményét noha győzelmük teljes volt, s noha későbbi számonkéréstől szó sem lehetett, szigorúan tiszteletben tartották például a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi szabályokat. Ennünk adtak, noha maguk is szükséget láttak. Szappant osztottak, noha maguk sem mindig mosakodtak. Kezelték, kórházba szállították betegeinket, vérhasnak vagy éppen tífusznak, amely kevéssel előbb 70 ezer szövetséges hadifoglyot őrölt meg a szamárpusztai kolbásztöltőben. Miután ők belülről kívülre kerültek, Többé már a gondolata sem merülhetett fel. Nos, a jog előírta, hogy a fogolytartónak pótolnia kell a foglyok elrongyolódott ruházatát, és kótjaink megint méltóknak bizonyultak diadalukra. Ezt a kötelességet is mindvégig komolyan vették. De hát hogyan? A raktárak, kivéve a nép Amerikában, világszerte üresen álltak, ha álltak még egyáltalán. Itt pedig 45 ezer toprongyos alaktén fergett félig mezitláb, félig mesztelenül a barakok között, a télben, a szélben, a laza homokban. Némelyiknek csak ugyan kilátszott a feneke is, mert zubbonyát is képes volt eladni, nadrágját is rosszabbra cserélni azért a darab kenyérét. Hogyan ruházhattak volna fel akkori szegénységükből 45 ezer embert? Adtak, amit tudtak. Egyszer pár nézetméternyi flanelt barakszobánként kapcának, máskor egy-egy gatyát, egy-egy viseltes nadrágot, egy-két pár foltozott zoknit. Most azonban, azon a csütörtökön, amelyről szó lesz, egészen hihetetlen ajándékkal leptek meg minket. Egy pár vadonatúj német katonai bakancsot osztottak ki barakszobánként. Egy pár bakancs, miközben vadonatúj, elmondani, felfogni sem lehet, micsoda érték volt az akkor. Kincs volt, vagyon volt, semennyi pénzért, Kejsz Ricus egész bankjáért sem lehetett volna megvásárolni. Hasonlatképpen azt is mondhatnám, olyan volt akkor egy pár új bakancs ézelhelydében, mint Leonardo vagy Van Gogh művei manapság a képpiacon. Senki sem kínált ilyesmit eladásra, egyszerűen nem volt árfolyama. És most minden barakszobának jutott belőle egy pár. Vagy megfordítva a hangsúly, minden szobának jutott, de csak egyetlen egy. A nagy kérdés tehát a következő volt. Hogyan osszuk el magunk között? Kinek adjuk? Igazságosan kellett eljárni, ez kétségtelen, csak hogy az igazságnak épp akkor nem igen akadt a kritériumai. Ott állt a gyönyörű pár bakancs az asztalon, a szoba közepén, a lámpavilágban. Ott állt azon makulátlanul, ahogy kijött a gyárból. Még box sem ért hozzá. Sárga, nemes lágyfénnyel derengett a bőre, simán barnállott a talpa, akár a héjukból kihántott vadgesztenyék. Ott állt, mint valami eleven lény, mint holmi hegyke ikerpár. Csokorra kötött fűzője, két görbe bajuszként meredezett mi pedig minnyáján oda csődültünk, szorosan körüláltuk, sóvár szemmel néztük, mohó kézzel tapogattuk, és fogalmunk sem volt, mit kezdjünk vele. Mindenki rászorult, mindenki igényt tartott rá, mindenkit megilletett, ezt vita nélkül is tudtuk. Ezen nem is veszekedtünk. De akkor mit tegyünk? Kire osszuk? Hiszen mégsem maradhat gazdátlanul, valakinek mégiscsak jutnia kell. Felmerült a gondolat, hogy próbáljuk eladni és osztozzunk meg az árán. Ez igazságos lett volna, csak hogy kivihetetlen. A bakancs értéke felülmúlt minden józan mértéket. Bárki réges- rég éhen halt volna, mire kenyeradagokkal kifizeti. Világos volt, a szerencsére kell bíznunk ezt az ügyünket. Döntsön a sors. És akkor, az utolsó percben, mondhatni a szorultság tetőfokán pattant elő valakinek, nem tudom én már kinek, az asztal körül szorongók egyikének agyából az a különös ötlet, amely megmentett attól, hogy ügyünket csak ugyan rábízzuk a jelentés nélküli vakvéletlenre. Akkor hangzott el az a furcsa javaslat, amelyre éppen negyedszer hivatkozom, és amelyet most már el is árulok végre. Jól van, gyerekek, sorsoljuk ki! csattant fel egy hangatömegből. De ne az elsőnek jusson, hanem a legutolsónak. Zseniális, ugye? És különös mindenki rögtön megértette, felfogta, mindenki azonnal helyeselte ezt a javaslatot. Mert először a körülöttünk pangó rengeteg üres idő, amelyet ki kellett tölteni valahogyan. Másodszor a szerencse konok igazságtalansága, amely kártyacsatáinkban lepleződött le. Harmadszor a kenyérosztás gyönyörű alapelve, hogy az osztó választ utoljára. Szóval alapvető kollektív élményeink együtt és egyszerre fejeződtek ki, mert maga a sorsunk szólalt meg benne. Mi tehát felvágtunk egy füzetlapot, halálosan egyforma szeletekre vágtuk, akárcsak a kenyeret. Lázár Jancsi, akinek kézírása a legolvashatóbb volt, sorra rájuk írta nevünket, és mindegyiket gondosan négybehajtotta. Megvoltak tehát a sorscédulák. Akkor fogtuk az urnát, egy közönséges, lehajtható fülű magyar katona katonasapkát, csak ugyan le is hajtottuk körös körül a fülét, hogy annál mélyebb legyen az öble, és aggályosan, újra számolva, egy-kettő-három, egyenként beledobáltuk a sorsjegyeket. Akkor felráztuk a sapka tartalmát, nehogy az alul levő cédulák előnybe kerüljenek. Hosszan, kitartóan ráztuk, át is vettük egymástól, mindenki rázott rajta egy keveset így ráztuk felváltva egy folytában legalább negyed óráig. Akkor áthívtunk valakit a szomszéd barakból, egy ütődött félnótás fiatalembert, aki tökéletesen pártatlan és érdektelen volt, bekötöttük a szemét, és eléje dugtuk a sapkát. Megkezdődött a húzás. Soha sem vállalkoznék annak a lélegzetállítóan fontos és izgalmas sors húzásnak a leírására. Nem érzek rá magamban elég írói erő. A tét ismétlem írtózatos volt. Nem is magának a bakancsnak az értékét vettük már számba, mert azt egyszerűen irreálisnak tudtuk, abban az értelemben, hogy nem lehetett realizálni. Magával a bakancsal úgy sem kezdhetett semmit a nyertes, kivéve, hogy felhúzza és viseli. Hanem a felszabaduló bakancs ára, a viseltes bakancs ára, a lyukasé vagy gorombán kifoltozotté, amelyet a nyertes most majd ledobhat, és eladhat számtalan adag kenyérért. A gyönyörű új pár bakancsot már nem is számítva. Ez lett az igazi tét. Az ütödött fiú kihúzta az első nevet. Mondják meg, kérem, látatlanban, de a körülmények ismeretében találják ki, kérem, kinek a neve volt. Természetesen a Kejszricusé. Óriási, példátlan, hihetetlen szerencséje ezúttal is érvényesült, de ezúttal sem volt köszönet benne, most is együtt járt a legképtelenebb a szerencsével. Hát megálljunk csak az Isten szerelmére. Hogy van ez? Micsoda ez? Miképpen lehetséges, hogy az embert soha, véletlenül sem, egy pillanatra sem hagyja cserben a sorsa? Hiszen ezúttal nem kevert, nem osztott, nem emeltetett, hiszen hozzá sem ért a sors cédulákhoz. Ő volt tán az egyetlen, aki a sapkarázásban sem vett részt. Hát hogyan befolyásolhatta mégis szerencséje, vagy pehe, a szerencse látszatát öltő írtózatos pehe, oda a sapkában a cédulák elhelyezését, vagy idekint az ütődött fiú kézmozdulatát. Még egy név került elő a sapkából, még egy és még egy. A körülöttünk tátongó üres idő pedig kezdett kitelni, megiegecesedni, mint amikor gyümölcsiszt vagy szirupot főznek, és az egyre sűrűbb lesz, egyre tömörebb, tartalmasabb. Már alig győztük átélni. Már szörnyen zsúfoltnak, rövidnek, vagy ellenkezőleg roppant hosszúnak, élmény gazdagnak éreztük minden pillanatát. Most tűnt ki, mennyire sorsunkból, hat hónapi tartalmatlan várakozásból fakadt az a különös ötlet. Mert ha úgy döntünk, hogy az nyer, akinek neve elsőnek kerül elő a sapkából, hát megoszlott volna a nyerés valószínűsége. Eléggé csekély eséllyel indultunk volna mindannyian, s rögtön a legelső húzással véget is ért volna a játék. Így azonban, amikor kihúztak egy-egy nevet, azzal csak egyetlen pályázó vesztette el radikálisan minden esélyét. A többiek a bent maradottak esélye éppen, hogy megnőtt, és ennek megfelelően a feszültség is fokozódott. A versenyben levők állandó fogyatkozása növekvő valószínűséget, a növekvő valószínűség növekvő feszültséget font maga után. Kitelt, jelentékenyé, cselekményessé vált az idő. Az izgalom, a druk, a remény megállás nélkül egészen a paroxizmusig fokozódott. Legalábbis azok körében, akiknek a neve még nem lepleződött le, hanem odabent lapult a sapka homályban. Hogy szerencsések voltak -e ezek, vagy szerencsétlenek? nem lehet tudni. A dolgok jelenlegi állása szerint szerencséseknek kellett tartani őket, hiszen esélyük volt a nyerésre. Csak hogy el ne felejtsük, ez a dolognak nem a valódi, hanem éppenséggel a fordított állása volt. Öten, majd négyen, aztán már csak hárma maradtak ezek a legszerencsétlenebbek, vagy legszerencsésebbek, vagy minek is nevezzem őket. Közöttük voltam magam is. Elvonultam a helyemre, leültem a pricsre, két összekulcsolt kezemet is térdeim közé szorítottam, úgy rukkoltam ott. Homlokomon egyszer csak hűvös verejték csepp gurult le, s húlt a kezemre. És én már is ricus homlokát láttam magam előtt. Ricus homlokát a gyertyavilágban, szegény, szerencsétlen kejsz ricusét, amint verejtékezve növelte, védte, de sehogy sem tudta lefölözni a bankját. Hát ki vagyok én? Mit keresek én itt? Hogyan is képzelem én, hogy kiválaszt engem, hogy egyáltalán tudomásul vesz a szerencse? Nem csak a bakancs forgott ott kockán. Egyáltalán nem a bakancs. Még csak a viseltes bakancsért járó néhány adag komiszkenyér sem, hanem valami mérhetetlenül fontosabb, mélyebb. Sorsom készült ott megvallani maga magát. Sorsom, vagy ha úgy tetszik, szerencsém. Az készült ott kiderülni, hogy szerencsés vagyok-e tehát, vagy pehkes? Mire számíthatok életem során? Jó, vagy bal szerencsére? Szóval, hogy az a valami, az a ki tudja mi, amit szerencsének hívunk, szerete hát engem, vagy kimondottan utál? A bekötött szemű fiú közönösen szedegette ki egymás után a sapkából a sorscédulákat. Már csak négyen, már csak hárman maradtunk esélyesek a győzelem valószínűsége minden mértéket meghaladott már. Kezdeti csekély értékét egy negyed, majd egy harmad váltotta fel. Töredelmes imák, viharos fogatkozások nyargaltak át agyamon. Mélységesen megrígyeltem vetétársaimat ugyanazért az esélyért, ami még nekem is megvolt. Mindenféle utálatos lehetőségek jutottak eszembe, amelyek most mindjárt utalérhetnék és kikapcsolhatnák őket a vetélkedésből. Tehát még a haláluk is. És akkor amikor már csak ketten maradtunk esélyesek, amikor a döntés mesterségesen megnyújtott ideje megint másodpercek késugorodott, amikor hatáját vesztette sorsfirtató mesterkedésünk, úgyhogy végeredményben mégiscsak egyetlen kézmozdulatnak kellett eldöntenie, ki nyer, ki veszít. Szóval, amikor már csak egyetlen húzáson múlott, betelnek-e óriási reményeim, vagy mind oda lesznek, akkor az izgalom tetőfokán. Egyszerre egy csodálatos béke, nagy nyugalom szállott meg engem. Tudtam, biztosan tudtam, hogy most már nem érhet csalódás. Most már enyém a bakancs. Honnét éreztem, tudtam ezt olyan halálos bizonyossággal, máig sem értem. Mintha valaki megsukta volna. Mihely csak másodmagammal maradtam esélyes, talán nagy mikivel. Én már fel is tápászkodtam a pricsről, s letörülve verejtékező homlokomat, már indultam is, hogy átvegyem jogos járandóságom. Jogos járandóságot mondok, és ezzel nem a mai véleményemet próbálom megfogalmazni, hanem akkori érzésemet. Annyira bizonyos voltam abban, hogy mindez korán sem véletlen. Olyan szilárdan tudtam, hogy az adott feltételek közt igenis engem, csak is engem illet meg. Úgy is mondhatnám, egyes egyedül az én lábamra illik. A bakancs, amilyen biztosan semmit sem tudtam még adni. Akkor sem tudtam, ma sem tudom viszont, s holta még tűnődhetek most már, vajon szerencsém, vagy bal szerencsém folytán jutott-e nekem az a gyönyörű tét? Mit éreztem meg én akkor olyan halálos bizonyossággal? Jó vagy bal te? Mert elmondtam már, most elmondom ismét. Hiába nyertem meg én akkor a versenyt. Voltak éppen elveszítettem. Ha a dolgok normális rendje érvényesül, ha a szerencse szabadon mutat választottjára, dehogy is nyerek én. Utolsónak, az utolsók között is legutolsónak húzzák ki a nevem. Mit mondok? Ki sem húzzák, mindörökre hagyják dohosodni a sapka homályban. Nem az igazi, hanem a fordított szerencse. Nem a szabad hanem a kenyérosztás alapelvével kordában tartott, becsapott szerencse működött akkor, és ez az, ami olyan kétértelművé felemássá, bánatos zengésűvé hangolt a győzelmemet. De vajon lehet-e becsapni őt? Ki tudja, vajon nem jött -e rá a szerencse, micsoda kelepcét állítottunk neki? Nem látott-e át szándékainkon, és nem választotta -e mégis, mesterkedésünk ellenére is szabadon, kedve szerint? többet kérdek. Vajon nem ő maga sugalt el nekünk ezt az egész ötletet saját rászedésére? Hogy megteremthesse Kejsz ellen példáját, és bemutathassa, milyen ő, amikor a bal látszatát ölti. Milyen ő igazából. Ó, Istenem! Vajon nem azért ajándékozta mégis nekem azt a szép pár bakancsot, amelyet aztán haza is hoztam, amelyben két kerek évig még itthon is gangosan jártam, mert csak ugyan szeretett engem. De hát, ha nem. De hát, ha igen. Belátom már már a ködösbe, a mágikusba és értelmetlenbe torkolnak kérdéseim. Nem is torkolnak, csak torkoltak egykor. Mert olyan volt ott a világ, úgy láttuk mi akkor ott Ézelhejdében, a homokbuckák, őrtornyok, drótok, a vörös és fekete barakkok között, mintha minden, de minden személyes viszonyban áll az ember fiával. Mindent, de mindent emberi vágyak, érzelmek, szándékok vezérelnének. Mintha eleven személy volna a sors, tudatos lény a szerencse. Így láttuk ott mindannyian. Így láttam én is. Holott hát nyilvánvalóan semmi sem akad egész történetemben, ami ne a jelentés nélküli vakvéletlen művelet volna ne férne el a józan valóság lehetőségei közt. Elfér bizonyára. Mégse csodálkozik senki, ha én még most is, 30 év után is, józan, kitanult fővel is, valamiféle ködös sejtelmet, tétova távoli jóslatot vélek kiolvasni azokból a hajdani eseményekből. Sejtelmet, amely a magam és a magam magamfajta vékonyba bérú szegénylegények én és enyém legmélyebb mi voltát fejezi ki. Jóslatot, amely, ha egyszer már megfogant bennünk, milyen kezd hatni jövőnkre, mint egy a maga képére formálja azt, sejtelmet jóslatot, és talán fogadalmat, hogy ezentúl is mindig úgy nyerek én, ha veszitek. Ezentúl is mindig akkor viszem el a nagy, az igazi tétet amikor mindenki elém vág, és úgy leszek első, hogy utolsó leszek. a nyugati hadtest. Én a teljes világképemet akartam belerejteni a irodalomba, és most, aztán miután vége lettek a hatalom nyilvánossági privilégiumának, én azért megírtam ezt a világképemet. Székely János. Nyersen gondolatilag, és a legfőbb célom az lett volna vele, hogy lebeszéljem az én embertársaimat a reményről abba, hogy történelmi illúziókba higgyenek, és e szerint szervezzék meg a cselekvésüket, és újra meg újra katasztrófákba vigyék a világot. Az én alapvető meggyőződésem, amit filozófiai úton, gondolati úton jutottam el, hogy minnyáján is szükségképpen bűnösök vagyunk, nem azáltal, amit cselekszünk, hanem azáltal, hogy tudatként vagyunk jelen, hogy öntudatlan világ egészben. Ebből következik, hogy erkölcsünk van, és ebből következik, hogy aki erkölcse van, az bűnös. Mert az erkölcsös ember megszegi a te természet törvényeit, mert az az erkölcs. Vagy, vagy hogyha a természet törvényei szerint cselekszik, akkor megszegi az erkölcs törvényeit. Az erkölcs ez a természet ellenére működik. Úgy, oly módon működik, hogy ne engedje érvényesülni a természeti törvényt, dominancia harcot, szelekciót, tehát, hogy közösséget formál, ez az erkölcs. Igen, de hogyha következetesen erkölcsösek vagyunk, tehát következetesen, akkor mi azt kérták vagyunk. Tisztelt társkereső lányok, hölgyek! E-mail prózák kukat gmail.com 182 cm magas, megbízható, tisztességes, őszinte fiatalember vagyok, Érdeklődési köröm főképp az informatika, természettudományok, társadalom, vallás, pszichológia, önfejlesztés és a művészetek köré szerveződik. Jelenleg webmesterként tevékenykedek, különféle programokat készítek, valamint blogokat vezetek, szakirányú diplomával rendelkezem. Egyaránt jellemez a nyitottság és az introvertáltság, leginkább azokkal találom meg a közös hangot, akik nézeteiket tekintve a hagyományos értékek iránt elkötelezettek. Médiafogyasztási szokásaimra főként az MR1, a hit és a katolikus rádió hallgatása jellemző. Összességében úgy vélem érdemes velem megismerkedni, talán megér egy próbát, bár átlagembernek tartom magam, az átlagnál nehezebben ismerkedem, ugyanakkor ennek előnyei is lehetnek. Vidéken élek, de szívesen költözöm, a távolság részemről nem akadály. Egészségtudatos, gyermektelen nővel barátkoznék, ismerkednék, lakóhelytől és életkortól függetlenül, tartós, hosszú távú, komoly párkapcsolat reményében, kölcsönös szimpátia esetén nyitott vagyok a kapcsolatra. Reménykedem benne, hogy ezen sajátos módon növelhetem a társtalálás hatékonyságát. Felkeltettem érdeklődésed. Várom üzeneted barátságos vagyok, íri nyugodtan bármit, vagy kérdezz, ami eszedbe jut, így elindulhat az üzenetváltásunk, ami egy szép barátság és párkapcsolat kezdete lehet. Mindenkori párkapcsolati állapotomról a kapcsolódó blogon tájékozódhatsz. Párkereső kötőjel Megosztással, ajánlással is segíthet párt találnom, köszönöm.